Még egyszer jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelt alpolgármester asszony, alpolgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselők, és kedves jelenlévők, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Véleményem szerint ez évben még nem az utolsó testületülésen, hiszen a Burza Hungária miatt, a Hungarika miatt még mindenképpen szerintem le kell ülnünk. Ezért a sorok következő képviselőtestületen megállapítom, hogy képviselőtestület részéről mindenki itt van, ezt köszönöm szépen. Kiküldött napirendi pontokat mindenki megkapta, azt gondolom időben. Meg szeretném kérdezni a napirendi pontokhoz, az egyebeken kívül még van valami módosító javaslat? Nincs. Amennyiben a képviselőtestület a kiküldött napirendi pontokat elfogadásra javasolja, azt kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazott tartózkodás nem volt, a napirendi pontokat a képviselőtestület egyhangulat támogatta. Első napirendi pont Kisterekváros önkormányzat képviselőtestületének a kisteleki puszta helyi jelentőségű védett természeti területi nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása. Mindkét bizottság előtt volt a napirend, csak a jelenlévők tájékoztatásaképpen arra a pusztáról beszélünk, ami a Sürgőnyös út mentén van, valamikor volt lőtér, 92 hektár állami terület, gyakorlatilag sok tíz éve nincs ott semmi. Mi ezt már többször kezdeményeztük az állam felé, hogy ezt megvásárolnánk. Erre eddig nem volt lehetőség, viszont a védettségről nem lehetne lemondani, a helyi védettségről. A védettséget továbbra is fönn kell tartani. Ennek mellékletei vannak, ennek megfelelő szakhatósággal egyeztetés alapján a jegyzőnő a rendelet megalkotására tett javaslatot. Van ehhez egyébként bármilyen kérdés? Szerintem az az egyetlen üzenet, továbbra is szorgalmazzuk. Minden évben az, hogyha meg lehetne venni a városnak, akkor ezt tegyünk meg, vagy átvenni. Jó, akkor az első napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, amely rendelet tervezett, aki elfogadásra javasolja, mindkét bizottságban csak elfogadásra javasolta, ő azt kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, ellenszavazott tartózkodás nem volt. Második napirendi pont. Szokásos módon ilyenkor szoktuk tárgyalni, javaslott a téli igazgatási szünet elrendeléséről. A téli igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban december 20-tól január 3-ig, amely azt jelenti, hogy nem távolodnak, hanem saját szabadságok terhére, csak ügyeleti szintet hagyunk, idézelve úgy szoktuk mondani, két karácsony között. Ezt továbbra is javasoljuk, mindkét bizottság támogatta a javaslatot. Szeretném túlragolni. Ja, bocsánat, akkor csak a pénzügyi. Van ehhez esetleg valami? A szavazásra teszem a fölkérdést, aki ezt elfogadást javasolja, kérem készfelnyújtást jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazott tartózkodás nem volt. Kisterekváros önkormányzat képviselőtestületének 2025 évi munkatervének elfogadása. Ezt tudjuk, minden évben ilyenkor szoktunk javaslat tenni a következő évre. Ez természetesen elsősorban a kötelező feladatokat tartalmazza, ez bármikor módosítható, és ez általában ki is szokott aktualitás szerint egészülni. A bizottság elfogadásra javasolta, ez egy kötelező történet, nem akarom túlragozni, aki ezzel így egyetért, kérem készfelnyújtást jelezze, köszönöm szépen, ellenszavazott tartózkodás nem volt. Negyedik 2025 évi járási startmunka közfoglalkoztatási program indításának támogatása. Minden évben szoktunk erre pályázni. Jelen esetben ez úgy működik, hogy munkaügyi központ javaslatára 10 főben határozták meg, amire egyébként pályáztunk. Elsősorban, akit már régebb óta ismeri a történésünket, volt olyan év, amikor 100-on fölül volt a közmunkás létszám. Hálát adok a sorsnak, hogy nagyon sokan el tudtak menni egyébként a versenyszféra irányába. Ezzel a 10-zel gyakorlatilag még ezzel is olyan problémánk van, hogy alig tudjuk föltölteni, és az is hozzájárul a pályázat keretében, amik a bérét fedezzük ezáltal, illetve bizonyos eszközfejlesztés, hogy a pályázati munkához szükséges, nekünk elsősorban a termálkút melletti fólia, annak a kertészete, a dísznövények előállítása és annak az évi gondozása, ezt írjuk be a pályázatként, és ehhez szükséges permetszert, magokat, stb. Még szintén el lehet számolni a pályázat keretében belül. Hülyeség lenne kihagyni, most is élünk ezzel a lehetőséggel. Mindkét bizottság támogatta, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással. Köszönöm szépen, ellenszavazott tartózkodás nem volt.
Polgármester 2024-10.01-2024-12.31 időszakra vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása. A polgármesternek a szabadságát be kell jelenteni a képviselőtestületnek, és a képviselőtestület jóváhagyása szükséges, mivel új időszakot élünk egyébként október 1-től, ezért be kellett hozni ezt a napirendi pontot is. Én annyi kiegészítést tennék, nyilván aki nem ismeri az előterjesztést, hogy minden év február 28-áig kell megállapítani a polgármester szabadságát, ez a képviselőtestület hatáskörében tartozik. Ebben az évben szeptember 30-ig lehetett megállapítani, és nyilván van egy kötelezettség, hogy október 1 után, október 1-től december 31-ig érintő időszakra vonatkozóan a polgármester szabadságolási tervét is el kell fogadni a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Nyilván nagy szerencsé, hogy nem azt kell megállapítani, hogy hány nap jár neki, az a törvény határozza meg. Bocsánat. Tehát jelen esetben 10 nap szabadság van polgármester úrnak még erre az időszakra. Köszönöm a formalitás. Van hozzá valaki, aki ezzel egyetért, kérem készrejöntessen a társadalmi javaslattal. Köszönöm szépen. Következő 2025 év belső ellenőrzési terv elfogadása. A bizottság nem volt, amikor ilyen támogatta egyhangulat. Bizottság egyhangulat támogatta. Meghatározzuk minden évben egyébként azok a belső ellenőrzési feladatokat, amit egyébként célirányosan kívánunk megvalósítani, ennél lehet többet évközben bármikor, ha az élet úgy hozza, akkor kérhetünk ezen fölül mást is. Most azonban a törvényi kötelességünk, hogy még ebben az évben a jövőre vonatkozólag ezt a tervezetet is fogadjuk el. Igen, határozati javaslat szerint, aki ezzel egyetért, kérem készfeljutásra ezzel. Köszönöm szépen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Kisteleki cigány nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, közigazgatási szerződés, annak módosítása, jegyzőnő. A Kisteleki cigány nemzetiségi önkormányzat és a Kisteleki-városi önkormányzat között van egy együttműködési megállapodás, ami a cigány arra vonatkozik, hogy az önkormányzat a polgármesteri hivatalon keresztül látja el, illetve biztosítja a cigány nemzetiségi önkormányzat részére a helység használatot, a személyi tárgyi feltételeket és a működéshez szükséges minden egyéb dolgokat. Tulajdonképpen ebbe a helység használat biztosított részükre a Rákóczi utca 17 szám alatt, illetve itt a Kisteleki Polgármesteri Hivatalban történik a könyvelés, mindenféle adminisztrációs tevékenység, illetve az előterjesztések készítése, az ő testületük részére az anyagok előkészítése röviden ennyit jelent. Ezt az alapülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni ezt a közigazgatási szerződést. Az ő alapuló ülésük október 14-én volt. A változásoknak megfelelően aktualizáltuk ezt a közigazgatási szerződést. Tulajdonképpen itt személyekben történt változás, mert most jelenleg a nemzetiségi önkormányzat elnöke Rostás István, ugye, és Varga Melinda szerepelt, mert az előző önkormányzatnak még ő volt az elnöke, tehát itt mindenképpen módosításra volt szükség, illetve Kisteleki Polgármesteri Hivatal részéről dr. Nagy Rusztem aljegyző volt megjelölve, aki már ez így január 1-től nem dolgozik a hivatalban, úgyhogy tulajdonképpen ezt a két személyi változást érintette a szerződés. Köszönöm szépen, van nem a napirendi ponthoz bármi? Akkor a határozati javaslatot változatlan formával, aki támogatni tudja, ezt kérem készfeljutásra jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egy hangulat támogatta a képviselőtestület a határozati javaslatot. Döntés Kisterek belterület 34/14/5 helyre számú kivetbe építetten terület megnevezés ingatlan a vonatkozó adásvételi szerződés módosításának jóváhagyása. Itt a méznagy kereskedéssel Forgóni, vagy Molnár? Forgóni Molnár. Forgóni Molnár. Mária, Forgó Gabi édesanyja. Ők vették meg a Nagyker mellett 5300 négyzetméteres területet. Azzal a feltétellel, hogy nekünk önkormányzatnak a jelenleg s régen átkorsan átmenő elektromos vezetékhálózatot ki kell váltani. Az elektromos vezetékhálózatnál a tervezés megtörtént, az engedélyek megtörténtek, az MVM-mel megtörtént a szerződés,
és gyakorlatilag a még, nem tudják addig ezt birtokba venni, amíg ez át nem lesz helyezve. Gyakorlatilag tisztában lesz, annak idején még egyébként ez a MÁV felé menő vezeték volt, és ezért a szerződésben foglalt kötelezettséget, ami egyébként októberről lejárt. Lejárt volna, azt meghosszabbítjuk most március végéig, mindkét fél javaslatára, csak tájékoztatni szeretném a jelenlévőket, hogy természetesen az adásvételi szerződésben 5 millió foglaló, majd a vételárfele már kifizetésre került. Köszönjük, bizottság támogatta, és a kérdőzni kiegészítést mondja el. Köszönöm szépen, aki így egyértett ezzel a határozati javaslattal, kérem készfelítási jelzetet. Köszönöm szépen, mert azt az a tartóztatás nem volt. Szakrendelőre vonatkozóra két napirend következik. Az 1-es és a 2-es számú gyermekorvosi körzet és az 1-es számú házi felnőtt orvosi körzet működésének átadása a Kistelek térségi járóbeteg szakellátó egészségügyi központ részére. Gyakorlatilag létrejött az önkormányzati fenntartású intézmény, ami egyébként a szakellátás, sűrűs szakellátás, egynapos kórház, epiroda és gyakorlatilag részben az alapellátást működteti. Eddig egyébként úgy működött, a gyerekorvosok azok közvetlen, közalkalmazottként állunk velük szerződésben, viszont egyértelmű észszerű lenne az, hogy nem mi határozzuk meg, hogy éppen milyen kötszer kell, milyen injekciós tű, stb. Ezért egybe raktuk a szakrendelő, egy napos kórház és annak mindenféle szakmai hátterével. Mondjuk egy példát, nem kell külön itt tartani a gyerekorvosoknál kötszert, amit mi veszünk innen meg, hanem nyilván ennek az egész egészségügyi intézménynek van egy ellátó háttérbázisa. Igazgató úr dr. Nagy Zsolt természetesen ebben partner, egyeztettünk az orvosokkal is, két gyerekorvossal, egy háziorvossal, természetesen ezt a szakmai síkra helyeztük, továbbra is mi vagyunk ennek a fenntartója. Valamit még kiegészítés? Ez volt, ugye? Köszönöm szépen, bizottság ott is támogatta. Igen, a pénzügyi bizottság is. És a szociális bizottság is. Szociális bizottság is. Köszönöm szépen. Ha nincs hozzá kérdés, akkor a kezzel egyetért kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat tartózkodás nem volt. Kistelek térségi járóbeteg szakellátó egészségügyi központ szervezeti és működési szabályzatának elfogadása azzal, hogy gyakorlatilag ugye önkormányzatban világban a szakellátás, illetve a járóbeteg, az alapellátás, az egész szervezet, nyilván ennek az eddigi idézelve szervezeti működési szabályzata aktualizálni kellett, módosítani kellett, és ez a módosítás, ez az aktualizálás van most az asztalunkon. Van-e ez valami kérdés? Ha nincs, akkor szavazást köszönöm fel, aki ezzel így egyetért, kérem készfelnyújtást jelezze. Köszönöm szépen. Ellenszavazott tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Döntés villamos energia közbeszerzési eredmények megállapításáról. Ugye most bizottsági ülésen hosszasan tárgyalt, hogy minden évben egyébként, szerintem vállalkozóknál is így van, ki egy évre, ki két évre próbálja egyébként lekötni a megvásárolni kívánt áramot a akkori tőzsdei árak figyelembe vételével a legjobb pillanatába. Nekünk ezt minden évben meg kell csinálni. Ennek természetesen nem, ha ez egyébként évek óta kapcsolatban állunk egy szakértői háttérrel, és ebben segítenek nekünk. Nem merjük egy évnél hosszabbra, hiszen most, ha minden igaz, hogy a közvilágítás korszerűsítése rövid időn belül el fog kezdődni, az mértékadó energiatakarítást fog jelenteni. Én azt gondolom, hogy jövőre ennél lényegesebb, kevesebb energiát, hiszen a közvilágítás a legnagyobb energiaigény, kell majd idézelve versenyeztetnünk. Hát, ha nagyon őszinte vagyok, eddig az volt a tapasztalat, és a szakértők is azt mondták, hogy még egy kicsit várjunk. Volt nyáron, augusztusban ennél lentem a tőzsdei ár, de közbeszerzésre egyébként őt ajánlatot kértünk be, vagy utána érkezett, a hiánykótlás után egy, és ennek a győztesét kell egyébként jóvágyás a testületnek, hogy ezt aláírhassuk. A bizottság támogatta, egyhangulat, van-e ez egyébként kérdés, észrevétel? Nincs. Köszönöm szépen, aki egyetért, akkor a határozati javaslattal azt kérem készfelnyújtást jelezzen. Köszönöm szépen, testület egyhangulat támogatta a határozati javaslatot. Most három olyan napirend következik, ahol adott társulásoknak az aktualizálása történik.
Ilyen például elsőként a Kistelek környéki települések többcélú társulásának, társulási megállapodásának módosítása. Ennek legeklatásabb példája az, hogy Pusztaszerep más a polgármester, az eddigi, megállapításban Máté Gábornak hívták a polgármester, most meg Janutának, Kocskó, Almás Janutának hívják, és ezeket az aktualizálásokat végig kell hajtani, és erről a bizottság is tárgyal, bocsánat, nem tudok hozzá, kötelező módosítás, aki ezzel így egyetért, kérem, vagy tudomásul veszük, kérem készfejlítással ezzel. Köszönöm szépen! Ugyanez vonatkozik a térségi intézmény társulási megállapodás módosításait, elsősorban Kistelek és Pusztaszerről beszélünk, ugyanúgy a pusztaszeri polgármester személye más lett, ez aktualizálás megtörtént, a határozati javaslatot, aki támogatni tudja, kérem készfejlítással ezzel. Köszönöm szépen! És harmadrészt tagja vagyunk még a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Társulásának, ahol Kisteleki járásból, Kistelek, a Morhalmi járásból meg 11 település van benne, ugyanígy ez az aktualitás megtörtént, bizottság egyhangulag támogatta, én is ezt teszem a kezzel egyetért, kérem készfejlítással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag támogatta a képviselőtestet a működési szabályzat módosítását. Hozzájárulás a társulási megállapodás módosítását. Köszönöm szépen. Hozzájárulás a Kruzsola Kft. Céghelyeként történő bejegyzéshez, Kistelek Árpád utca 2 8 szám alatti ingatlan, telephelyiket szeretnék Kistelekre áthozni, ez egyébként elektromos kerítést gyártó szegedi részben budapesti cég, ez abból az apropóból legfőképpen, mert ismerjük őket, másrészt pedig, és azáltal ide szeretnének részben iparüzési adót fizetni, de nem inkább az, hogy az elkövetkező pályázati lehetőség a kisteleki kistérségnél jobb, mint egy Pest vagy egy Szeged, és ez a szándék. Örömmel veszünk minden vállalkozót, aki jön ide. Dokument, aki ezzel így egyetért, kérem készfejlítás jelezzel. Köszönöm szépen, el lesz az a tartózkodás, nem volt. Döntés a 2024 évi karácsonyi ajándék Kistelek 70 év feletti lakosok részére. Elmúlt egy év hasonló időszakában az akkori képviselő testület a megszokásoktól pont változtatott, és akkor az volt a döntés, hogy lehetőség szerint ne valamiféle adományt, amit nem tudjuk, hogy szerette, használ-e, hanem ez a karácsonyi ajándék, ez egy készpénz legyen, a készpénznek a mértékét pedig azt megelőzően 1200-1300 forint helyett 5000 forint lett, ez nagyjából az önkormányzatnak 8.400.000 forintba került, csak tájékoztatásul szeretném mondani, hogy a Kisteleken jelen pillanatban 70 év fölötti, a mi tudásunk szerint, az 1247 talán, én szeretnék egy módosítani javaslatot, ehhez beépíteni. Tavaly év folyamán is ugye én és Dünesi Zoli nyújtottuk be ezt a javaslatunkat, és igazából nagyobb összegről indultunk, nem 5000 forintról, hanem 15000 forintról, és utána testületről testületre a következő 10000, utána már 5000-re tartottunk, és az eredeti javaslatunkat ugye nem fogadta a képviselőtestület. Módosító javaslatom lényege, hogy kicsit emeljük, egyébként is infláció volt, jelentős infláció volt, egy 7500 forintot javaslat. Minden javaslathoz azt szeretném kérdezni, a költségvetés melyik sor a terhére. Jelen pillanatban úgy kell tudni, hogy ez az összeg még az általunk meghatározott költségvetési rendeletünkben elkülönített pénzként szerepel. Nyilván, hogyha ehhez hozzá akarunk nyúlni, akkor azt is meg kell mondanunk, minek a terhére. Tegyünk hozzá valamit. Egyébként a bizottság egy hangulat tárgyalta, sőt azt mondtuk, hogy tiszteletbe tartjuk az előző képviselőtestület döntését, amikor a költségvetésben ezt határozta meg, és azt is természetesen nem zártuk ki, hogy a jövőt illetően ettől bármilyen eltérés lehet, és ugye tavaly emlékszel talán Gábor, pont te voltál, aki igen először 30 ezeret javasoltál, 20. Utána 20-at, utána 15-es. Akkor mikor azt mondtuk, hogy 1200, 30 ezer, az 36 millió, annak a járulék, 48 millió 600 ezer, hú, tényleg nem is gondoltam. Tehát ez kőkemény. Én egyébként a következő szeretném mondani, a karácsony ajándék legnagyobb részt arról szól, bekopog az ember, és azt mondja, jó napot kívánok, boldog karácsonyt szeretnék kívánni. Ez a legfontosabb része a dolognak. És
és aztán az, hogy egyébként mi van, a legtöbben ezt akkor meg se nézik, örülnek ahhoz, hogy egyébként van egyfajta gondoskodás a városban. Igen, van egy ilyen módosító javaslat. Örülök Gábor felvetésének, és rácsatlakoznék erre. Egyrészt, hogy támogatom azt, hogy pénzt adjunk, és ne csomagot. Amilyen gazdasági környezet van az elmúlt időszakban, úgy gondolom, hogy azzal, hogyha pénzt adunk, egy nagyobb szabadságot is adunk a nyugdíjasoknak, hogy mire fordítsák azt a pénzösszeget. Ha valaki abból húst akar venni, akkor húst vesz, hogyha tartós élelmiszert, akkor tartós élelmiszert, hogyha szaloncukrot, akkor szaloncukrot. Hogyha mi adunk szaloncukrot, vagy gyertyát, vagy stb., akkor ezt a döntési lehetőséget elveszünk a kezükből. Azonban azzal is egyet tudok érteni, hogy sajnos nagyon elszállt az inflációs környezet. És manapság 5000 forinton már a boltokban nem túl sok mindent kap az ember. Vesz mondjuk egy doboz Milka szaloncukrot, akkor az 3000 forint, meg vesz mellé egy kiló csirke mellett, és akkor kisétált a boltból. De mondhatnék egyéb más tételeket, mindenki jár vásárolni, ezt mindenki tapasztalja. Az a félelmem, hogy ez az 5000 forintos összeg úgy került megállapításra, hogy ennél kevesebbet adni, már azt mondom, hogy szinte kellemetlen lett volna. Tehát 5000 forintnál kevesebb összeget előterjeszteni, az már tényleg annyira alacsony a jelenlegi inflációs környezetben, hogy azt nem kívánta senki. Viszont, hogyha nem a legminimumabb összeget határozzuk meg, hanem ezt még megtoljuk 1000 vagy 2000 forinttal, akkor egyfajta gesztust is gyakorlunk, hogy tényleg nem a legminimálisabb pénzösszegben gondolkodunk, hanem egy kicsivel többen. És örülök Gábor javaslatának, hogy nem azt mondta, hogy 15000 forinttal vagy 30000 forinttal, mert az egy populista javaslat lett volna jelen állás szerint. Mert könnyű azt mondani, én is mondhatnám azt, hogy adjunk 50000 forintot mindenkinek, és akkor szépen mindenki leszavazza, aztán kiírom a Facebookra, hogy én 50000-et akartam adni, csúnya gonosz képviselőtársak meg nem akartak. De egy ilyen kis emelésről úgy gondolom, hogy kompromisszumos javaslatot kell szavazni, és kérdezem én, hogy van-e az önkormányzatnak 1-2 millió forintja, hogy ezt a tételt még megtoldjuk. Mert mondjuk, ha 6000-et adunk 5000 helyett, akkor az plusz 1 millió 6, nagyjából 1 millió 7. 1 millió. Hogyha ez belefér, akkor úgy gondolom, hogy adjunk egy kicsivel többet. Hogyha belefér a 7500 is, ami akkor, hogyha jól számolom, kicsivel túlszaladunk már a 10 milliós tételen, akkor szavazzuk meg azt is. Ezért én most arra teszek javaslatot, hogy szavazzunk Gábor előterjesztéséről, módosításáról, és hogyha azt nem szavazzuk meg, abban az esetben én rögtön szeretnék egy módosítóval élni, amiben én 6000-et javaslok a testületnek, és én lezártnak tekintem a napirendi pontot. Ha van ennek jogi, gazdasági jellegű komoly akadálya, akkor azt is megértem, de én úgy érzem, hogy talán ekkora mozgástere még van az önkormányzatban. Köszönöm szépen. Bizottság nálatok, hogy foglalt állást? Nem. De nem. A pénzügyi? Mindenki javasolta az előterjesztést. Figyeljetek, mert minden tovább. 6 is, 7 is, 4 is, 3 is. Tehát nem ezen múlik a történet. Én a magam részéről nem emlékszem még soha, hogy bármilyen gyerekemnek egyébként, vagy hozzátartozom a pénzt adtam volna karácsonyra, hogy 1000 forintot, vagy 5-öt, vagy 10-et, nem az a lényeg. Szerintem a legfontosabb dolog, én egy évesen értettem ezzel nagyon egyet, maga a pénz. Én ismerek egy Mikulást, aki 30 éve járja a különböző települések, különböző gyerekeit. A gyerekeknek mindig csak egyetlen egy szaloncukrot ad. Borzasztó csúnya. Csak egy szaloncukrot. És még egyetlen egy gyerek nem mondta annak a Mikulásnak. Tehát azért mondom, hogy erre elvitatkozhatnánk pont akármeddig. A karácsonynak a szelleme nem az 5000 forint, meg nem a 6, meg nem a 2. Sokkal jobban örülnénk, ha egyébként a képviselőtestület bevállal a 2 utcát, vagy 3 dolgozó mellett, és azt az, most már nyilván kevés az idő. Egy ajándékot visz valakinek, és az ajándék leginkább az, hogy bekopog, és boldog karácsonyt. Hogy van, Puskai? Tehát ez lenne a legnagyobb ajándék, úgyhogy én jövőre mindenképp azt mondanám, inkább így gondolkodni. De sajnos ez a hülye pénzvilága, a személy elvesztése, ez egyre inkább arra sodor bennünket,
hogy megnyomom a gombot, és 100-szor hétnek egyébként átutalom a pénzt. Tehát sajnos ide jutunk észjárásba. Félét és ne essék, 6000 is, ha Katával nagyon mérgesen is néz rám, azt meg kell, hogy tudja oldani egyébként egy ilyen város. Természetesen inkább ennek az értéke, a jövőt illetően nem most, mert most nem tudunk már ezen variálni, az egyértelműen az, hogy valóban a legnagyobb szeretet, odafigyelés az emberek nagyon nagy részén, akinek, bocsánat, 5000 forint kell, az most is a Szociális Bizottság, meg még lesz rendkívül is, az egyébként bejön egyébként, kér van a pénzügyi juttatás, vagy tüzelőfa kell, vagy bármi. Az egy más történet. Ez nem egy szociális juttatás az én szememben, ez egy tisztelet az idősek felé, és a tisztelet legnagyobb része az a fajta személyes találkozás, gondoskodás kapcsolat, amikor kellene arra időt fordítanunk, én is bűnös vagyok. Irénke tavaly is csak a közös, vagy bocsánat, az STK melletti, úgy mondom, hogy Juddíjas lakóparkba mentem be a 14-18 ott lakóhoz, és ti többet váltatok be, ez lenne az igazi érték, és természetesen azt is megértem, hogy a pénzre mindig szükség van, és idézel be az 5 vagy 6 vagy akár forint is sokszor jó jön. Bárcsunk. Röviden kiegészíteném még talán érvekkel, vagy a személyes meggyőződésem a mondandómat. Más egy kicsit úgy gondolom, egy önkormányzatnak, mint intézménynek a szerepe ilyenkor az ünnepekkor, és az elvárás is talán másabb, mint egy Mikulás vagy egy magánszemély felé. Én is fogok, mint magánszemély, mint ahogy mondtam, a tiszteletdíjamból jótékonykodni, nem is fogok tudni olyan nagy összegeket adni, mint ahogy egy közel milliárdos költségvetéssel rendelkező önkormányzat tudna. Éppen ezért gondolom azt, hogy a szeretetet, a gesztust, azt nem feltétlenül, mint testülettől, mint intézménytől várják, hanem itt igenis egy kicsit a miensége is a gesztusnak fölértékelődik. És pont ezért érzem azt, hogy az 5000-en, hogyha ezt ki tudjuk mozogni, akkor mozogjuk ki. Ennyi a javaslatom. Bocsánat, csak egy visszakérdés, itt Katára néztem, hogyha a kompromisszumokat keresünk, akkor én természetesen ne 1000 forinton múljon a kompromisszum. Én partner tudok abban lenni, de mindjárt meg parancsolkodat. Nyilván támogatni tudnám Gábor felvetését, hogyha ez nem most történt volna. Úgy gondolom, hogy a költségvetés tervezésekor ő már képviselő volt, és lehetősége lett volna ezt az előterjesztést megtenni. Most gyakorlatilag, amikor már a kifizetés finisében vagyunk, egy ilyen horderejű módosítás nem biztos, hogy helytállt. Ez nyilván itt majd Kata lesz a megmondója, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát nyilván szívesen szavaznék én is 7500, meg 15, meg 20000 forintot is, de ha nincs rá keret, akkor nem tudom megszavazni. Én ettől nem érzem magam gonosznak. Mindazonáltal, hogyha 1-2 millió forintról van szó, azért itt az elmúlt hónapban volt egy közel 1 millió forintos megtakarítás, abból eredően, hogy ugye Tóth Szabolcs képviselő indítványára ugye megszavazta még az előző testület, hogy a mi kezdő tiszteletdíjunk az gyakorlatilag töredéke legyen annak, ami egyébként majd következő hónaptól jár. Hát gyakorlatilag itt azért bruttó 120000 forintról van szó az én esetemben. Úgyhogy igen, tehát a minimális 45000 forint bruttó. Tehát ez... Igen, hát a bruttó 145 helyet bruttó 45. Bocsánat, november közé, hatályba az új. Igen, tehát én még bizottsági elnök, annak bruttó 145 helyett bruttó 45000 forintet. Ez gyakorlatilag bemaradt a kasszában, hogyha van rá lehetőség ezt átcsoportosítani, akkor én ezzel támogatom, mert ez majdnem a testületi szinten gyakorlatilag 1 millió forint majdnem. 900000 forint. Körül, tehát hogyha van esetleg erre mód, hogy ez az összeg még rendelkezésre áll, ezzel kipótolni, de nyilván itt, mivel gazdasági szempontból én nem tudom megítélni, hogy erre van-e lehetőség, mód erre az emelésre, de ez egy kicsit úgy gondolom, hogy a képviselőtársak felé azért nem egy olyan korrekt módosítási javaslat most itt november 28-án, mert úgy gondolom ennek nem most van a helye.
Nyilván, amikor jövő évben is lesz karácsony, bízunk benne, hogy jövő évben is ilyen sok 70 év feletti kislelki lakos lesz, és akkor kell megvitatni, átgondolni, hogy milyen összeggel támogat, vagy ajándékhoz. Vagy a költségvetés tervezését. Igen. Nekem annyi a kérdésem, hogyha ugye most van egy költségvetési összeg, ha mondjuk itt meg többet szavaz a testület, akkor a költségvetést módosítani is kell, vagy már anélkül is, tehát hogy kell-e, akkor mert akkor ugye vagy azonnal kell egy testületülés, ami nem. Ezt módosítja, vagy egy időt. A testület rendelkezik, azok a jogcímek fölött, minden egyes jogcím fölött a testület rendelkezik, természetesen ezt mi utólagosan át fogjuk vezetni, de fölülírni. De amit a Kati is mondott, az, hogy a tiszteleti akkor megtakarítás keletkezik, automatikusan nem tud egy-egy jogcímen. Bár ez azért speciális eset most, mert a nyugdíjasoknak nyújtott támogatás egyébként bérjellegű keretként azért adóköteles, mert ez egy reprezentatív juttatás, ami adóköteles jövedelem a nyugdíjasok felé, és ezt az adót az önkormányzat fizeti. Tehát majdnem, hogy egy helyen van a két jogcím, tehát ennek az átcsoportosítására van lehetőség. Az más, hogy esetleg okoz-e ez egyéb átgondolást a költségvetés tekintetében, amit mondtál, hogy egy meglévő költségvetést most így ennyit módosítani. Természetesen nem az 1 millió forintos nagyságrend, hanem ennek a kivitelezése, esetleg más átütemezéssel, igen, azt gondolom megoldható. Köszönjük elsősorban, hogy én vagyok felelős ezért. Én kompromisszumra kész vagyok abban, hogy Katának az a fölvetése, hogy ott mégiscsak keletkezett egyfajta megtakarítás. Viktornak egy kicsit visszafogott módosító javasla, Gábornak is ez a szándéka, hogy legyen több. Én egyébként a magam részéről képviselők úgy vannak, ezt 6000 forintot el tudom fogadni. Közben ki is számoltam, hogy ugye jelenleg, amiről szó volt, az 8 millió 300 ezer forint nagyjából, az 1000 forint a lemezőség 9 millió 900, tehát körülbelül ott az a 1 millió, közel 10 millió. De nagyjából igen, ha a másik... Milyen durva, egy kicsi, pedig semmi. 12 már bocsánat, millió 800 ezer. 10 millió forint. Ennyi a különbség. Tehát szerintem ez a része még az 1000 bele tud férni. Köszönöm szépen, Gábor. Csak egy picit vitatkozik, igazából, hogy ez év folyamán rendszeresen fölmerülnek olyan egyéb költségek, amilyen módosítani kell a költségvetést, és beszoktunk kiadni egyéb költségeket is. Én azt gondolom egyébként, ahol mondjuk 13 milliós autóra volt, és az eredeti költségvetésben nem volt betervezve, de mégis meg lett egy 13 milliós autóra. Vagy pedig nemrég ugye megszavaztunk, én is megszavaztam egyébként. Alig több mint 3 hektár területet tettünk összesen körülbelül 100 millió forintba. Azt gondolom, és az se volt az eredeti költségvetésben, én gondolom, de mégis bele lett iktatva. Tehát én azt gondolom, hogy ez a pici kis összeg és a nyugdíjasoknak a tisztelete megérdemelni. Nekem annyi hozzászólásom van, hogy azért nem hiteles ez, amit a Gábor mond, mert én ott voltam, ott ültem szembe, ahol Irenke ül, amikor a Gábor arról beszélt, hogy az előző 5 éves önkormányzati munka az egy nagy nulla volt, meg stb. Stb. Tehát az önkormányzat munkáját. Tehát most 1000 forinttól 5000, 6000, ez nyilván szeretném minél több pénzt adni, de ez nem hiteles így Gábor, amikor meg a Viktor ismerősöd is volt olyan, hogy ugye az önkormányzat munkáját a Kistelekvárosnak, hogy itt nem történik semmi fejlesztés, ezeket kritizálta, és most itt 1000 forintokért megy itt a vita, tehát szerintem ez... Következő, szerintem ne térjünk el a tárgytól. Én egyébként, mint mondottam, Katának meg Viktornak azt a fajta kompromisszumos ötletjavaslatát, mert kedves jelenlévők, ez úgy van, mint otthon. Javasolni lehet, csak azt le kell tenni a deszkára. Minden pénzt meg kell keresni. Azt szeretném kérdezni, ki milyen összeget hozott ide az elmúlt időszakban. És ezt elő kell teremteni. Ez lesz majd a legfőbb dolgunk, amikor ma is azért hozunk ide, meg azért törekszünk arra, hogy jöjjenek ide vállalkozások, adóforintok és további bérlemények. Egyébként egyszer csak elérjük az 1 milliárd forint iparűzési adót, ahol még több lehetőségünk van azokra a szociális jóléti juttatásokra, ami a településen nyilván egy komfortosabb életet is jelentett. És mi hál' Istennek elég sok nem kötelező feladatot végzünk, legyen a sportcsarnok, úszás, az úszás keretében kötelező testnevelő órán belül keletkező úszás, aminek egyetlen gyereknek se kell külön egyébként ezért jegyet venni, megfizetni. Vagy mondhatnék egy csomó ilyen dolgot, most az egyik legnagyobb elkötelezettségünk az volt, hogy vágjunk bele a közvilágításba, és annak egyébként a legjobb módját,
hiszen ez is egy teljesen másfajta élet, minőséget adhat a településnek, és igen, joggal mondja Gábor, hogy valóban csináltunk két földcserét. Az előbb említett méznagykereskedésnek, meg a mellette bejövő traktorjavító, hogy hívják a Józsiékat? Régi Józsiék, ugye behozták kintől a telephelyüket és tevékenység nagy részét, és ez a két terület volt fedezete annak, amivel úgy döntöttünk, hogy valóban, nem titok, közel 100 millió forintért, 30-40 és 27 millió forintért vettünk meg háromszor közel egy hektár területet, ami egyébként, valljuk be őszintén, nagyon régi törekvésünk volt, hogy ezeket a területeket szerezzük vissza a városnak, és ezzel a vásártérstrand hosszú távú helyzetét biztosítsuk. Igen, vannak ilyenek, és de ennek megtaláltuk, hál' Istennek, a másik oldalát is. Az 1 millió forintot meg tudjuk találni most is, főleg így, ahogy mondtad, Katának kicsit majd jobban fog fájni a feje, de én azt gondolom, hogy ebbe a kompromisszumban én egy partner vagyok, és nem mennék bele az autó, meg nem autó, meg stb. Eddig is volt, hál' Istennek, és azért vettünk 13-4 autót, ugyanaz az autóm eddig volt, most már 20, és nem szerettem volna annyit adni, érted? De ez zárójelbe zárva. Én nekem erre a 4 évre, 5 évre ez bőven elég. Úgyhogy köszönöm szépen az észrevételt, az autó, hogy én is tudnék nyilatkozni elég sokat. Csak arra mondtam, hogy költséget is módosítjuk sokszor, és behozunk olyan költséget, ami az eredetileg nem volt benne. Mit mondott erre Kata? A képviselőtestületnek a joga egyébként tisztelésen belül ezt fölírni. Az akkori képviselőtestület nyilván azok nem voltak egyhangulag, ezt megszavazta, de nem szeretnék ezzel a litániával, tehát nem méltó szerintem ez a történet. Pont ezért, hogy kellett, tehát előtte kell módosítanunk a költségvetés, mielőtt ez a lépés megtörténik, vagy utólag is elegendőthet igazából, ezért ugye nem mindig a törvényesség szerint. Át fogjuk vezetni a rendeletben a testület jelenlegi döntésével, átadottuk a rendeletben, és majd utána tájékoztatjuk, hogy jelenleggel visszahozzuk a rendeletet a főszámokkal. Kedves képviselők, én javaslom azt, hogy legyünk egy picit kompromisszumkészek. Először Gábor módosító javaslata szerepel az első helyen, ahol javasolt egy legalább egy 7500 forintot, majd Viktornak javasolt egy mérsékletesebbet 6000 forintot, majd Kata egyébként erre tette egy olyan javaslatot, hogy teljesen jogos, hogy ezt nem most kellene, de egy pici ár is van a rendszerben, amit már át lehet vezetni, akkor ő is ebbe partner. Én azt gondolom, hogy én a 6000 forintot én méltányosnak találom, és tiszteletbe tartom ezt a fajta javaslatot. Először javasolnunk kell, hogy bocsánat, föl kell tennem szavazásra, hogy a 7500 forintot, aki támogatni tudja, azt kérem, jelezze kézfelnyújtással. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy többiek nem. Aki a 6000 forintos kompromisszumos javaslatot támogatni tudja, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület kompromisszumos 6000 forintos javaslatot, 1000 forinttal való bővítését készpénzben egy kis karácsonyi képeslappal az ajándékot így akkor lezárta. Köszönöm szépen! Csak én amit szeretnék mondani, csak úgy tisztázzuk már ugye, hogy akkor a Gábornak az indítványa ugye ilyen mondom két igen és két nem így. Ezért itt ugye nem születik határozat, mert nincs meg a többségi igen szavazat, illetve akkor amikor indítványát meg elfogadjuk, és annak meg annak meg egy hang volt. Jó, így bocsánat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tizenhetedik-tizennyolcadik dr. Pigniszki Katalin önálló képviselő előterjesztéséről szeretnénk tárgyalni. Elsődlegesen a pénzügyi bizottság tárgyalta azt a fajta javaslatot képviselőasszonynak, amikor vezessük be azt a fajta újabb juttatást, amikor úgynevezett iskola... Bocsánatot kérek. Akkor az egyéni indítvány első része az gyakorlatilag az információ áramlás. Az információ áramlás szerintem az egy jogos kérés. Vannak természetesen olyan dolgok, amikor ez talán teljesíthető is lenne, amikor valami olyan program, vagy bármi egyéb, hogy legalább két napon belül. Az esetek többségében, hogyha ügyesek volnánk, akkor tulajdonképpen azonnal kellene tájékoztatni a testületet. Azonnal kellene tájékoztatni arra a testületet,
hogy mondjuk jelentették, hogy a temetőből ismét történtek lopások. Megkaptuk aznap reggel a hulladékos pályázatunk kapcsán a 6 kamerát, és akkor azt mondtuk, hogy a 6 kamerát azon ne helyezzük ki, még kamukamerákkal együtt a temetőbe, hogy zárjuk le egyébként a bejáratokat. Lehetne egyébként ezt például fölrakni a képviselő információs listára, hogy akkor nem holnap, hanem két nap múlva kihelyezzük ezek a kamerát. Csak erre azt akarok mondani, van egy csomó olyan adhok, tehát én a, bocsánat, a kérdésedet teljes egészében tudom akceptálni, olyan van, hogy a polgármesteri munka, a jegyzői munka, stb. Vannak nyilván olyan feladatok, amikor azonnal kell intézkedni, és akkor egyébként nem a social media világa a leglényegesebb történet, hanem a lakosság felé esetleg egy tájékoztatás, egy gyors tájékoztatás tudjanak erről. Tehát ilyen szempontból ebből nem tudom határozatot, nem tudom mértékre hozni, aztán nem is az volt a szándék, ez inkább ez egy megfogalmazott kérés volt. Célja lett volna ennek az előterjesztésnek, de nyilván azért mégis valamilyen formát kellett adnom neki, azért írtam hozzá határozati javaslatot. Természetesen ez a két munkanap, amit javasoltam, ez is egy ilyen iránymutatás, tehát nyilván tudom, hogy mindenkinek megvan a munkája, és nem biztos, hogy pont az az első, hogy képviselőknek üldözgesse, hogy mi történt, de azért úgy gondolom, hogy elvárható, hogy akár egy ilyen hírlevél formájában, amiben csak a testület tagjai vannak benne egy e-mailben, mielőtt felmegy a Facebookra egy poszt, legalább annyit mi is megtudjunk, legalább egy pár órával előtte, mert azért nagyon kellemetlen, mikor a lakosság számol be nekem, hogy egyébként ezt olvasta a Facebookon, és kérdezi tőlem, hogy hova kerültek kamerák, mikor kerültek kamerák. Ezért tájékoztattuk őket. És nyilván igen, csak mint képviselő azért van, hogy én hamarabb megkapom. Egyébként attól függetlenül az nem ördögtől való, létrehoznánk egy zárt csoportot. Bár nézzük fel, hogy ezt így hívják-e, mert néha ebben tévedek. Tehát magyarul egy zárt csoport, amiben egyébként az információ belső átadását még könnyebb életet. Mert annyi, hogy zöld hulladék probléma van, egyeztetünk volna, csak hogy tudjunk róla. Mert és azért írtam, és nem provokációként írtam, hogy mi, akik nem az önkormányzatnál dolgozunk. Ez egyszerűen egy technikai jellegű dolog, nyilván Rózsa átszalad, megbeszéli, amúgy mi újság, és szóba kerül. De ugye még nem jön egy külső időpont. Igen, tehát most is beszéltünk Rózsával egyébként már erről, és nyilván ő mondta, hogy jöjjünk be egy héten egyszer. De nyilván mikor? Kit, hogy zavarjunk a munkájában? Jó, Kata, én értettem ezt a kérdést, erre majd tegyetek nekem javaslatot. Jani is jelentkezett meg, Viktor, nem tudom ki elő. Köszönöm szépen. Én is Katival egyeztetve, én is nagyjából teljes mértékben tudom ezt támogatni, amit a Katival egyeztet. Ugye arról van szó, hogy kissé most talán unortodox módon, de összefort önkormányzati dolgozó és önkormányzati képviselői tisztség. És ebből fakadóan nekünk van némi helyzeti előnyünk. És ez tényleg nem értékítélet, hanem egy technikai, objektív megállapítás. Mivel, mint ahogy polgármester úgy fogalmazott, van, aki a rendszerben, mi meg a rendszeren kívül mozgunk, és kicsit így az információ morzsákért kapadozni kell, és az egy roppant kellemetlen szituáció, hogyha tényleg mi is Facebookról értesülünk bizonyos történésekről, és erre egyébként egy jó megoldást tud lenni, hogy egy zárt csoport, vagy egy zárt hírlevél, körénél nevezzük bárminek, amit akarjuk, de nincsenek illúzióim, túlzó elvárásaim, én nagyon sok önkormányzat munkájába beleláttam, azért van ilyen is, olyan is, és ennél azért sokkal rosszabb hozzáállásokat is föl lehetne sorolni, tehát hogyha valóban megvalósul az, hogy a jelenleginél több belelátásunk, információ lehetne, akkor én ezt egy nagyon pozitív gesztus tudnám értékre. Köszönöm szépen, a szándékot szeretném megfogalmazni, hogy igen, akár egy belső kör, vagy bármennyit, bocsánat, jelenti még mindjárt. Egyébként a legfontosabb nekem, ugye az a baj, én nem jól ülök ezen a lovon, mert ha jól tudom, nem olyan régóta vagy vettek rá arra, hogy egyáltalán a Facebookon az ember megjelenjen, tehát én nyilván más korosztályt képviselek, én nekem egyetlen egy fontos dolog van, hogyan lehet a lakost érinteni, az érintett lakost, hogy azt most X-en, kin keresztül, hogyan, ki versenyzik ez, hogy én lájkoltam, vagy te lájkoltam, én nekem ez, bocsánat, ne értsetek félre, ez ebben guba. De megértettem. Értettem. Ez a 2025-ös év, ez már a social médiának egy más, teljesen más világa kezd lenni.
nézzétek a román választást, tehát úgy nyert a mostani, úgy néz ki legeredményesebb, legtöbb mandát, vagy szavazatot behozni, nem, kiírtében nem volt se politikus, nem is tartott nagy gyűlés, nem is járt az ország, egyszerűen a social media nagyon aktívan dolgozott és ügyesen. Tehát tiszteletbe kell tartanunk, hogy ez, igen, ez ma olvastam egy kimutatást, hogy az írott sajtó, a hírek, a stb. Az kevesebb, mint 10-15%-ban hír, és az összes egyébként 85%-ot meghaladó, az leginkább a social media keresztül. Értettem? Erre megpróbálom, ha bármi tettetek van, akkor szívesen leszem. És nyilván nem fogunk ezután se abban, hogy 100% meg, de ennél még törekedjünk arra, hogy még több információ legyen. Rozsika meg, bocsánat, Rozsika meg tök jó, hogy benne van a rendszerbe, ő legalább aktív is, és egyből, bocsánat, ha mi nem lennénk képes, akkor ő ezt minden további nélkül csípőből teszi. Tehát én ezt másképp mondom. Parancsoljás! Én a kollégáim védelmében nem látom ezt annyira könnyűnek. Elég sok adminisztrációs teher van a nyakukban. Napi szinten vannak határidők, napi szinten vannak táblázat, kitöltések, adatszolgáltatások, amiket már lassan órára lebontva kell teljesíteni mindenféle szerveknek. Nincsen arra külön kapacitása senkinek, hogy összegyűjtse, és 2-3 nappal előtte ezt kiküldött. Erre polgármester úr feladájlotta már a munkamegbeszélés lehetőségét, nem egyszer a képviselőknek, nem illetve lehetnénk még senki. Bocsánat, de az Enikőnek meg a Műli Petének azt fogom mondani, amikor van egy hír és rakják össze, akkor zárt csoportba, és ha ti nem kötözködtök abba, hogy ez még nem annyira összerakott, hű, de szép történet, ezt én azt gondolom, még egy gombot meg tudunk nyomni, ha nagyon akarunk, itt inkább a szándékot kell megfogalmazni, van egy igény, és ehhez egyébként szeretnénk egy... Nyilván nem könnyű, csak annyit akartam, hogy most ezt itt kisaposítottuk a Facebookra, de például pont az előző testület ülésen a szavazás, a személyi kérdésekben történő szavazásnál volt ez, amikor először fölmerülve, hogy így nem biztos, hogy teljesen jó, Benkővel most szerint nevesítjük, de ő akkor már másfél hónapja az önkormányzatnál dolgozott, olyan munkakörben, amit egyébként az emberek is látnak, de személy szerint nem tudtam róla. Tehát, hogy ezeket az olyan változásokat, amihez azért úgy gondolom nekünk is tudunk van, hogy az intézményekben kik dolgoznak, kikkel kell majd nekünk is kapcsolatban állni. Ez nyilván a Facebookra nem került ki, vagyis később kikerült, de úgy gondolom, hogy ez elvárható, hogy erről, mint képviselő tudunk. Ebben az a nagyon nehéz, hogy nyilvánvaló most szólok, hogy ma megállapodtam Erdély Pistikével a Zrínyi utcába, nem tudom ismeritek-e. Erdély Pistikét december 1-jel fölvesszük ide a fizikai állományhoz, Szegedben dolgozott, megkerestek, hogy szeretne állást, és egy végtelen precíz, szorgalmas, némi betegségekkel küzdő egyszerű fiú. Ez jellemzően nem képviselő testületi döntés, és ezért nem, de ha gondoltok, tehát ilyenekről minden további nélkül, ilyen sokon, nap mint sokon. Parancsoljon. Nem akarok ilyen adókapokba annyira belemenni, ezért Sebény József képviselőtársam szólására sem reagáltam, de alpolgármester úr, legyen kedves, mert ezzel már meg, hogy milyen munkamegbeszélési lehetőséggel nem éltünk, mert én azt tudom, hogy nekem bármilyen lehetőség föl volt kínálva, én ott voltam. Ott voltam a közös rendezvényeken, a koszorúzásokon, a bizottsági üléseken, a testület üléseken, mindenhol ott voltam, ott is, ahol nem kellett volna, kötelezően jelen lennem. Miről maradtam le, alpolgármester úr? Még nem semmiről. Az előző 5 éves ciklusban jól működő program volt az, hogy polgármester úr munkamegbeszéléseket hívott össze a képviselő testület tagjainak. És akkor, mikor volt az alapulőülés előtti megbeszélés, volt, aki ezt neheztelt, hogy ez hülyeség, ez semmit nem ér, de természetesen attól függetlenül az én dolgom azt, hogy fontosnak tartom, akkor összehívok egyébként egy egyeztetést, ha nem, akkor pedig nem. Tehát ezzel sem probléma nincs, parancsoljon. Kicsit kiegészítem magukat, tehát konkrét példákat hozott, hogy esetleg milyen témákban. Én azt gondolom, hogy mi képviselő, tehát én is adok igazat Jánosnak, képviselők felelőssége tartozó. Minden szempontból gazdasági felelősséggel is egyébként, és a lakosság felelős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenfajta információt meg kellene velünk osztani, és én nagyon fontosnak tartom, hogy az egyik legfontosabb terület a pályázatok. Legalább 3 vagy 4-szer kértem már nyílt testület ülésen, szeretném elkérni a top plusz pályázati anyagokat. Soha nem kaptam meg. Én azt gondolom, hogy a képviselőknek ezeket is meg kellene kapni, illetve azokat az értesítéseket, amik mondjuk ezekre a beadott pályázatokra jönnek. Múlt testület ülésen ugye el lett utasítva az egyik javaslatom,
arra hivatkozva, hogy majd most érkeznek, illetve már mely pályázatoknál érkeztek támogatási döntések. Nem tudhatom, szeretném látni ezeket a támogatási döntéseket többek között, de mindenféle ilyen információ, azt gondolom, hogy számunkra fontos lenni. Azt szeretném megkérdezni, nem emlékszem meg komolyan, ugye közel 20 évig te voltál a pályázati kabinetnek a vezetője. Igen. Akkor hogyan csináltátok ezt a képviselőtestület felé a pályázatoknak a kiértesítését? Mondjuk a támogatói nyilatkozatok minden. Nem emlékszem rá pontosan, hogy csináltál. Te voltál főnök, te voltál polgármester, te adtál minden utasítást, tehát ezzel most lehet itt a kamerát. Adtam olyan utasítás, hogy kiértesítsünk már ki. És azt csináltuk, amit te mondtál. Tehát ez most egy elég rossz gondolat. És mikor képviselő voltál az első ciklusban? Igen. Akkor hányszor kértél? Hányszor? Hányszor kértél ilyet? Mikor még együttműködő képviselő voltál? Akkor is kértem. Akkor még itt dolgoztam. Akkor információ közelben voltam, és ahogy a Viktor mondja, nem vagyunk annyira információ közelben, amikor nem dolgozunk itt, és az előző térben többször volt ilyen kérésem, de nem kaptam meg. Jó, van-e olyan pályázat, amit nem a képviselőtestület vagy jóvá? Van-e olyan top plusz pályázat, amit nem a képviselőtestület? A top plusz pályázatokhoz egy 3-4 mondatos kis szösszeneteket kaptunk. Nyilván elfogadom a top plusz pályázatokat, mert én sem akarom a várost megkárosítani. Én azt gondolom, hogy szeretném látni a teljes pályázati anyagot. És ez, hogyha ez egy a ti részletekről egy negatív igény, szerintem az úgy. Képviselőknek azt gondolom, képbe kellene lenni a pályázati. Bocsánat, valaki visszatartotta, hogy vegyere és egyébként ebbe beletekíts. Hogy? De a kérésem... Még egyszer, ő csak mondom. Tehát van nyilvánvaló több száz oldalas anyag. Ezt nem tekintheted meg? Valaki egyébként ezt ebben nem segít? Vagy értette? Bocsánat, minden pályázati anyagot, hogy melyik utat aszfaltozzuk. Szerintem 10-szer beszéltünk róla, megnéztük, minek lenne első ütem, második ütem. Ezt ti, az adott képviselőtestület hagyja jóvá. Mi csak javaslatot teszünk. És ugyanúgy minden az óda bővítése, a termálvíz kivezetése, stb. Ez nyilván a top pluszokat, körülbelül 2 éve már ezeket irányba raktuk, jóvá hagytuk, és hál' Istennek mennek is. Sajnos csúszással. De ettől függetlenül, tehát természetesen mindenképp sem szeretnénk. Mármiben betekintésre lehet, tehát pályázati anyagokban, rajzokban, előtervekben, én nagyon szívesen, sőt ezt szerettek is erről beszélni, tehát ennek semmi akadály nincs, de mondjuk a strand műszaki tartalmának meghatározása megtörtént, hogy mire törekedjünk, minél több vízfelület, elsőként a tó, legyen egyébként olyan medence és strandi jellegű legyen. Ez legyen az elsődleges. Ezek a paraméterek ahhoz, hogy egyébként tervezői pályázatot kiírjunk, ezek mind megtörténtek, az adott képviselőtestület jóvágyás. A keretek is megtörténtek. Majd a keretekre megkaptuk ugye a visszaigazolást, amiben egyébként Kistelek városa 835 millió forintot nyert. És ennek ugye megvannak most közbeszerzés, tervezői közbeszerzés, amik mind folyamatban vannak. Természetesen azt gondolom, hogy az fontos, hogy arról tényleg tájékoztatást adjunk, hogy mi hol tart. Nem tudom, hallottátok-e azt például, hogy egy adott beruházásnál most már a minisztérium felé, az építési minisztérium felé idézőjelbe jelentjük, hogy ki vagy jelentjük, tájékoztatjuk, hogy ilyen forrást nyertünk mondjuk útépítésre, és ott előkivitelezési joga is lehet. Ez már megtörtént a strandnál, megtörtént az útépítésről, ezzel nem értek. Tehát ezek szépen folynak, és azt gondolom, hogyha ilyen jellegű munkabeszélést tartunk akár, amikor ezekről egy picit részletesebben beszélünk, én minden további nélkül nyitott vagyok rá. Parancsolj. Igen, tehát ugye személyesen is beszéltünk már ezekről a dolgokról, én is azt gondolom, hogy tehát azzal teljesen egyetértek, hogy aki nincs a rendszerben, annak valamivel, vagy nem így dolgozik, valamivel kevesebb információ. Viszont a másik dolog, hogy tehát nagyon sok olyan dolog van, hogy én itt dolgozom, foglalkozom a saját fejem, a saját ügyeimmel. Az, hogy a kollégám éppen beküldött egy beszámolót, vagy nem, tehát ilyen szinten én abban nem szoktam belefolyni, illetve ha valami olyan kérdésem van, akár ezzel az előterjesztésen valamivel, akkor én ugyanúgy fölhívom a jegyzőasszonyt, megkérdezem, hogy van-e szabad ideje, és oké, tehát csak 100 métert kell jönnöm, de ugyanúgy bejövök, mintha egy külsős téridőpontot, mert ugye attól a jegyzőasszony nem áll a napi 24 órában úgymond szabadon a szolgálatunkra.
Ugyanez igaz akár a polgármester úrral is, tehát hogyha valami kérdésünk van, mi is kérünk, hogy a naptárjához, mert ha hosszabbat akarunk megbeszélni, az annyira, azon a kérdésen kívül, hogy igen vagy nem vagy. Tehát, hogy ugye van egy folyamat. Tehát én azt gondolom, és ezért mondtam én ezt nektek is, hogy ha kérdésetek van, például ugyanúgy ti is bejöttek. Ugye most mondtátok a zöld hulladékot, például ez egy pont egy jó példa volt erre. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy lakossági problémák tekintetében van egy ügyintéző, vagy akivel egyáltalán szóba áll ez a zöld hulladékos szék, mi utána jártunk problémáknak, ezt megfogalmaztuk, hogy az önkormányzat elküldett. Viktor teljesen jó szándékkal elkezdett egy más vonalat, de én szerintem ebben az ügyben pont ez lett volna helyes, hogy először azért bejön, és azt mondta, hogy neki jelezte a lakosság, hogy vannak problémák, tette valamit az önkormányzat, és akkor igazából mégis most közös, tehát hogy mondjam, összesimult a dolog, de azért az elején volt ebből egy kis fönforgás. Tehát szerintem jobb az, ha ti is, akik most úgy ti is, hogy nem vagyunk ti meg mi, mert szerintem itt mindenki egy csapatban pozitik, de tulajdonképpen, hogyha van valami probléma, akkor ez jó, ha megbeszéljük. Ugyanúgy, mint ahogy te előterjeszted a dolgokat, és arról tudunk beszélni. A Gábor dolog, ez a pályázat. A pályázatok teljesen nyilvánosak, egyértelmű, hogy bárki betekinthet a pályázatokba. Nekem még lakosok közt is volt olyan, aki fölhívott, hogy szeretne erről tudni, elmondtam neki, hogy mit tudom én, mikor tud bejönni, és egész pályázati anyagot, a terveket nagyon szívesen megmutatom. Tehát ez senki számára nem tilos, senki számára nem titkos. Ugye, ahogy polgármester úr mondta, nem tudsz olyan pályázatot beadni, amihez nincs testületi határozat, tehát az, hogy valaki valamilyen pályázatról nem tud, az teljességgel kizárt. Az előfordulhat, hogy itt, ahogy a burzát említetted, hogy nem volt róla mindenről, azt hiszem, te mondtad, hogy valaki nincs, nem volt a burzáról, burza ösztöndíjó teljes információja. Igen, mert ugye még annak a beadását az előző testület határozta el. Tehát szerintem olyan előfordulhat, igen, hogy aki nem volt az előző testületben, egy folyamatban lévő ügyben nincs teljesen információ birtokában. Ez előfordulhat, hogy érdemes egy kicsit átnézni a régebbi dolgokat. Viszont azt is teljesen jó, azt gondolom, hogy az fontos, hogy, tehát, hogy a képviselők kapjanak tájékoztatást, nem csak a képviselők, egyébként a lakosok is, hiszen ugye ez a lakosokat is érinti, hogy egy pályázat éppen milyen szinten tart. Tehát ugye kaptunk-e támogató döntést, nem, hála Istennek nem csatlakozik be az állam a megvalósításba, tehát ezek fontos kérdések. De azt gondolom, hogy én a felületen napi szinten kapok 10-15 levelet, és egyébként egy napon mondjuk elküldök 60-70 e-mailt, azt nem gondolom, hogy bárki szeretné azokat elolvasni, vagy azokkal foglalkozni, hogy éppen melyik hatósággal, vagy kivel milyen apró dolgot levelezni. Tehát én úgy gondolom, hogy teljesen jogos, amit mondatok, tehát mert kell, hogy lássatok, és elhiszem, hogy ez az érzés megvan, hogy nem vagy annyira benne a dolgokban. De kellene egy olyan keretet szabni akkor, hogy mi az az információ, ami tényleg fontos, mert egy a személyi kérdések, az vitatható, tudom, hogy fontos, de ugyanakkor, amikor ki van nevezve egy ügyvezető, vagy egy polgármester, aki a munkáltató jó vagy gyakorlatilag, akkor igazából abban a testület nem tud beleszólni, mert az nem az ő dolga. Az, hogy tudja, hogy az a valaki nem dolgozik itt, vagy itt dolgozik, az lehet egy fontos információ, de hogy ez két nappal hamarabb közöljük, hogy mondjuk valaki valamilyen okból azonnal fölmond, vagy éppen, tehát, hogy megszűnik a munkaviszonya, azt szerintem nem teljesen megvalósítható, nem is biztos, hogy teljesen etikus, nem tudom ezeket a személyi kérdéseket. Köszönöm szépen. Azt gondolom, Katalin, értem, hogy mit szeretnél. Azt gondolom, azt is értem, hogy törekedjünk arra, hogy a közérdekű információk, hogy lényegében tájékozottabbak legyetek. Azt is értem egyébként, hogy majd az élet meghozza, hogy hogyan lehet erre törekedni, de az egyik szándék fogalmazódjon meg, és ebben majd segítjük egymásnak, hogy ez hogyan tud egyébként még jobban működni. Vettem. Köszönöm szépen. Parancsoljuk, itt ehhez van még. Igen, de nagyon rövid leszek. Egyrészt, hogy Rózsa Szabai arra ösztökéltek, hogy azért megemlítsem, hogy edzőasszony, bármikor fordultam hozzá, hogy bizonyos adatokat, listát szeretnék kérni, akkor időbe telt, de mindig elkészítette az általánunk anyagokat, információkat, úgyhogy ezt köszönöm neki. Zöld hulladék témát nem akartam ide behozni, majd közben hallgatásra tartogattam. Röviden én azt gondolom, hogy ugye nem láttam, hogy az önkormányzat hol van a folyamatban, de az szerintem legvégképp sem probléma, hogyha a
önkormányzat bevonja a lakosságot is, és a közvéleménynek kitár bizonyos ügyeket, témákat, amiket a közvéleményt is érdekli. Tehát, hogy én úgy gondoltam, miután egyébként szerencsére volt egy kapcsolati tőkém, hogy közvetlen telefonszámokat tudtam szerezni vezető tisztségviselőkhöz, velük társadalomban beszélgetve arra a döntésre jutottam, hogy nem árt, hogyha a lakosságot is úgymond bevonjuk ebbe, és célzottan az ő igényüket is be tudjuk csatornázni. Én úgy gondolom, ez egy szerencsés szenárió is lehet, mert elindult egy operatív jellegű önkormányzati folyamat, és mellé egy úgynevezett mondjuk politikai vagy társadalmi jellegű erőt is fel tudtunk vonultatni. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Köszönöm és szépen. Akkor egyébként ez egy jó munka megbeszélés téma lehet adott esetben, hogy milyen információs platformot hozzunk elő. Köszönöm szépen. Lezárhatom. A határozat annyi csak, bocsánat, hogy nem határozat, hanem elsősorban szerintem segítsetek abban, hogy az információ áramlásnak ez a zár, hogy milyen csoportot hozunk létre, és megértéseket kérjük, hogyha ez majd szép óvatosan kifogja magát. Én törekszem arra és arra kérem azokat a kollégáimat, akik ezekkel foglalkoznak, hogy lehetőség szerint hozzuk ezt létre, keressenek benneteket, és abban egyébként egy-egy rövid szösszenet legalább hírként menjen. Jó, köszönöm szépen. A másik egyéni képviselői indítvány az arra vonatkozott, amit már az egyebekben szeretném előhozni, amikor Katalin képviselő asszony azzal a kéréssel fordult felénk, egyébként némi előtanulmányt is folytatva, hogy vezessünk be egy új támogatási rendszert, ami akár még különbséget is tesz abban, hogy az az illetékes kisgyerek hány éves, és elsőse vagy ötödikes, ami, hogy hívtad, te milyen szavak? Iskolakezdési támogatás. Iskolakezdési támogatás eddig is volt elsősorban szociális alapon. A Szociális Bizottság eddig is tárgyalta, sőt, még polgármesteri hatáskörben is volt némi lehetőségem. Tavaly is egyébként ebben, hogyha valaki kiadott utolsó pillanatban a bizottsági munka után még meghirdettük 10-ig, és aztán rendkívüli és keretében jóvá hagyták. Itt is azt gondolom, ez egy arra való példa, hogy a költségvetés lassan készítésénél, előkészítésénél ezeket az információkat próbáljuk beszedni, hogyha még nem is tudunk egyébként erre konkrét módszert, és nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy is a legjobb, kicsit szociális alapon költeni, és akkor nincs járulék, stb. Bizottságon erről beszéltünk. Én azt gondolom a képviselőtestületnek Kata részéről csak annyi kell, hogy igen, a szándék megvan, a költségvetés tárgyalásánál foglalkozunk ezzel, és ehhez lehetőség szerint első ütemben elég, ő számolt egy 5-6 millió forintos keretösszeget éves szinten, de már megjött ugye egy olyan javaslat, mi van az az gyerekkel, aki, bocsánat, Szegedre jár gimnáziumba. Ezt megnézzük így összességében. Katának nekem elsősorban az kell, hogy mikor a költségvetés munka megbeszélésé lesznek, akkor keretösszeg, ilyet ne felejtsünk el, tegyük bele, és utána ennek a részleteiről természetesen tovább tudunk. Tehát kedves képviselők, annyit szeretnék mondani, hogy nem kellene most határozatot hozni. De azt mondjuk most Katának mindannyian, hogy figyelzen, ne haragudj, nem kívánunk foglalkozni, akkor az egy mondás. Azt akarjuk mondani, igen, nézzük meg, a költségvetésnél nézzük meg, hogy erre az újabb idézelbe kiadásra tudunk-e pénzt előteremteni, és ha azt mondom, ez megtörténhet, akkor szerintem ezt most, ha ezzel ezt így jóvá hagyjuk jelképesen, hogy ezt nem is csak egy jelképes szavazásról kérni, hogy igen, foglalkozzunk vele, tovább foglalkozásra ez alkalmas, nézzük meg ennek az előkészítésnek a lehetőségét, azt gondolom, te ezzel így tökéletesen megelégszel, jó? Akkor bocsánat, parancsolj Viktor ehhez. Rövid kommentát szeretnék csak hozzáfűzni, hogy én minden olyan javaslatot kitörő örömmel és lelkesen támogatok, amely arról szól, hogy a kistelekiek a saját bőrükön érezzük, hogy jó itt élni, és tudjuk segíteni az ő életüket, az ő életminőségüket. És ez a javaslat nekem ezért tetszik ennyire, mert nem egyfajta elvont ideákat fogalmaz meg, hanem kézzelfogható segítséget tudna nyújtani nagyon sok kisteleki számára. És én egyet tudok érteni, hogy erről most még nyilván ne határozzunk, most még ne nyomjunk rá becsétet, de semmiképpen se szeretném ezt elengedni, de ismerve Kata habitusát és az egész témához való hozzáállását, bízom benne tényleg is, hiszem, hogy ez nem lesz így a labirintusba meg az útvesztőbe elhagyva valahol félúton,
azt szerintem érdemes kiemelni, hogy olyan hatalmas tétel ez sem generálna, hogyha jól emlékszem, körülbelül 8 millió forintot számít. Igen, járulék vagy adótól függő, tehát én nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy egy ekkora költségvetésben megtaláljuk majd ezt a tételt, és ezt keresztül fogjuk tudni vinni, és hogyha ez gyökeret ver, ez szokássá válik, akkor azt gondolom, hogy sokkal hálásabb lesznek. Köszönöm még egyszer. Én meg arra szeretnélek benneteket kérni, hogy abban segítsetek, mint otthon szokta kérni az ember a társát, hogy a pénzed eszkát kerül. Meg kell keresni ezt a pénzt, és az megkeresett pénzt lehet csak elkölteni. És óriási felelősség van rajtunk azzal, hogy a szakrendelőt bocsánat átvettük, most nincs itt Nagy Zsolt. Én minimum 60 millió forintra gondolok ahhoz, hogy amit nekünk még hozzá kell tenni. És szomorúan látom azt, hogy ebben a járásban egyébként sebbe teljes összefogás, és sokan azt mondják, hogy ez jár neki, de nem tudok érte fizetni. Tehát ez egy új történet lesz az a jövőjé. Az nagy szerencse, hogy az adóerőképesség nem csökken. Tehát az egy, nem akarok mondani egy másik település, de szerintem elmondhatom, Csengelén a legnagyobb adófizetőjük az 20%-át fizette csak be, mint az elmúlt évben, mert egyébként nem kellett el annyi traktor, meg nem volt olyan kereskedelmi értéke. És gondoljatok bele, hogy 300 helyett 100. Tehát gyakorlatilag csődbe tud menni egy önkormányzat, amikor költségvetésében meg erre számolsz. Úgyhogy némi óvatosság mellett én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ha ezt az ütemezést tudjuk tartani, hogy 3-4 éven belül Kisteleken 1 milliárd fölötti tarizési dolgokban rendelkezünk, és akkor még inkább előjárnak azok a javaslatok, amit te is mondtál, hogy még jobb érzetem legyen egyébként itt élni, de be akarjuk hozni a strandot, mint buszszolgáltatás, biztos vagyok benne, hogy nem költségi történet. Tehát ezekre kérek nektek majd segítséget, hogy nyilvánvaló a pénz megkeresésével is segítsen. Nem tudom, melyik őtök jelentkezett először. Nagyon egyebek, és csak hirtelen most jutott eszembe, hogy így az iparűzési adóról beszélünk, hogy a tortillagyárról tud-e valamit polgármester úr, most akkor ez mikor kezd el működni, mikor látjuk mi ennek a forintjait a zsebünkben, esetleg így van erről valami bővebb információ, hogyha már az információknál is tartottam, akkor köszönöm, hogyha ezt pár gondolatot. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy az a fajta fehér füst fölszállt, hogy a tortillához vezető Farkasmajori út, amit menetkezve kiderült, hogy a harmad Sanyi bácsiéknak egy csücske belelóg abba az egészbe, és ezáltal nincs összeköttetése a 5411-es Majsa úttal, rendezési terven kellett módosítani. Sanyi bácsiékkal kellett egy szerződést kötni, ami egy vételi opciót jelent, megveszi az önkormányzat és részben cserél, de addig átmeneti időszakban Alexa segített már ebben, hogy egy olyan szolgalmi jogot tudjunk bejegyezni a tulajdon lapra, ami gyakorlatilag közforgalmú célnek nyitva van, át lehet vezetni rajta a szennyvízcsatornát, át lehet vezetni rajta a vizet, és ez a banknak ez már elégséges volt, és gyakorlatilag tovább tud menni a... valahol mindannyian, mi ott már szapát pályázatból csináltuk azt az utat, akkor nem derült ki egy uniós pályázatban, hogy az új típusú geodézia, ami a műholdról megy, az egyébként máshol értelmezi a karókat, de az emléze, mint gazdember tudja, hogy szerintem két karó sincs jó helyen Kistelek vonatkozásában. Ha azt elmondanám nektek, hogy mondjuk a kábelgyár és hozzátartozó 60 darab zárt kert egyik sincs a helyén, mert régen mérőszallag a határban lévő púpról, a mostani geodézé pontról mértéke az emberek, ma meg ma ugye műholdas, atombiztos, iszonyú káoszokat okoz, és ennek következtében lényeg az, hogy ez megtörtént, ez a bejegyzés megtörtént, a rendezési tervet elfogadtuk annak értelmében, a testület, hogy módosítani kell a rendezési terv közigazgatási határát, és tudomásom szerint én azt a tájékoztatást kaptam, hogy az idén most már még rá szeretnék rakni az oldal panelokat, és az oldal hőszigetelt panelokat már lehetőségét lesz, hogy belülről gyakorlatilag a belső munkát. De annak ellenére, hogy ez a csúszás megtörtént, már a gépeket beüzemelték a mellette lévő volt 1560 négyzetméteres másik csarnokban tettek egy vételi ajánlatot, és ott tudomásom szerint már a próbaüzemek megvannak, némik engedélyt várják egyébként a gyártáson, és ha ez megvan, akkor mind a ban, mind az irányító hatóság, akkor gyakorlatilag biztos jövőképét látja.
ha jól tudom, most nem akarok vagy december 1, vagy január 1-től, már termelési kötelezettségük van, főleg egy román, meg egy dél-arab világba, ahol szerződés köti őket, tehát ez megy. És ezzel párhuzamosan a cég bejelentette, hogy beadott ezen csarnok mellé még egyet, ahol mindig elfelejtem a nevét, a tortilla az ugye spanyol eredetű, a ehhez hasonló tészta az pedig olasz eredetű, ha valaki tudja, akkor azt megköszönöm. Az is szintén ilyen vastag, a palacsintaszt részt jellegűen betekernek mindenfélét. Egy hasonló jellegű 10 milliárdos beruházásra adjuk be egyébként pályázatot, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez is megvalósul, sőt azt is jelezték, hogy még szeretnének egy idegen sajtolt növényolajüzemet, nem tudom másképp mondani, ami nem tudom hány kamion napraforgót és több magot dolgozna föl naponta, tehát úgy néz ki, hogy kisteleken további fejlesztéseket adnak, úgyhogy remélhetőleg tovább tud haladni. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Ezen a kérdésem, hogy ugye lehet olvasni, meg hallani, hogy a kiparizési adójelvonásokról esetleg ez fog-e érinteni bennünket, vagy lehet-e tudni valamit rá? Én szerintem arra gondolhatsz, amit mostanában a Területfejlesztési Minisztérium meghirdetett, mint egy új pályázati rendszer, ahol térségi allokációra hoztak le egy támogatási rendszert. Ennek az alapja az, hogy versenyképes járások programra hallgat, már több ilyen tájékoztatáson részt vettek, aminek az a lényege, hogy van 2024 és 2025-re mennyi az adó növekménye ennek a térségnek. Tegyük föl, amilyen 750-ről 780-ra fölmegy, akkor 30 millió. Csengelének mínusz volt, akkor az nulla, Balástyának még 5, összesen összejön, meg másik települőt, összesen összejön 40. Ezt a kormány kiegészíti 250 millióra. És a 250 milliót saját hatáskörbe utalja, hogy egyébként a települések polgármesterei, a települések testületei döntsék el, hogy elsősorban milyen olyan térségi kihatású fejlesztéseket lehet csinálni, ami gyakorlatilag minden települési idézelve valamilyen szinten hasznosítja. Matematikailag, ugye először hirtelen, mikor ezt hallottuk, akkor megvallom őszintén, engem is kértek, hogy nyilatkozok a Kisvárosok Szövetsége elében, szóval nincs elég információ, első pillanatra ezt lehetett hallani, hogy adóelvonás, meg stb. Stb. Matematikailag mindenki jól jár, senkinek nem lesz kevesebb, maximum van lesz olyan, aki a 250-et vagy a nagyobb városoknál 500 meghaladja, az nem kap hozzá. Itt annyival lesz nehéz, például Vásárhely polgármestere ült mellettem ennél a tájékoztatónál, hogy ugyanakkor a szavazati aránya van Márténak is, meg Hódmezővásárhelynek is. És gondoljatok bele, ahol van egy olyan térség, ahol egyébként a legnagyobb adóerőképessége rendelkező település járul ehhez legjobban hozzá, és a sok kicsi, ha nagyon akarjuk, azt el is viheti. Tehát ebben az a nagyon nehéz, én azt gondolom, a mi térségünkben ebben konszenzus van, mindig is tudtunk együtt dolgozni, tehát matematikailag bejön egy új forrás. Nagyon érdekes, most hallottam, hogy példának mondták ezt, hogy egy Nógrád megyei kistérség abban gondolkodik, hogy az ott lévő 8 település egy közös, belső biztonságra törekvő világot akar létrehozni, több kamerát akar létrehozni, sebességmérő dobozokat hoznak létre, és ezt akár úgy, mint tudják, hogy Trafopaxnak van egy doboza, benne van egy kamera, és a kamera az idézőben mobil. Lehet az, hogy van ilyen 6 doboza ennek a térségnek, és mind a 6 például Csengelén van ezen a hétvégén. És ebben lehet egyébként azt a kérést kérni, amit a lakosok már többször részben fordultak felé, hogy a belső utcákban is legyen kontroll, mert nagyon sok olyan gyorshajtás van, ami veszélyezteti az ott lakókat, az ott lakó gyerekeket. Tehát gyakorlatilag egy új forrásról beszélünk. Ennek azt mondták nekem, hogy most még valószínűleg decemberben a törvényi háttere létrejön, és várhatóan, amikor egyébként már intézkedési soron és lehetőség szintjén megjelenik, az jövő év május és kb. Június-július az optimalizált pályázati beadás. Parancsoljon! Egyebekben egy másik témát szeretnék... Bocsánat, egyebekben vagyunk most már. ...fölvetni és inkább a véleményemet elmondani. Szerintem sokan olvastuk Bencének, Bárkány Bencének a posztját igazából, hogy a rendőrök megbüntették azért, mert nem a járdán, hanem az úton gyalogolt reggel hajnalban hazafel a munkából. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy jogszerű, tehát valószínű ehhez mi nem értünk, valószínű jogszerű volt a
intézkedés, mégis egyedi eset, nem történt ilyen kistereken, és nagyon jól tudjuk egyébként kisterekiek, hogy a kisterekieknek a többsége az utakon szokott menni, mert olyan állapotban vannak a járták, hogy nem tudnak rajta közlekedni. A múlt testületülésen ugye elutasításra került ez a javaslaton, a javaslatomban volt többek között ez is, hogy ütemezzük, találjuk ki a javítását. Költségvetésnél jelen pillanatban ugye, amit mondani szeretnék, hogy én személy szerint ezért is sérelmezem ezt a fajta intézkedést. Mondom, lehet, hogy jogszerű volt, de annak ellenére én azt gondolom, hogy erre a városnak oda kell figyelni, hiszen nagyon sokan, kisgyerekettől a kismamák is, látjuk nap mint nap, ott tolják az úton, és ez akár balesetveszély is láthatnak ott esetben. Én ennek meghallgattam a másik oldalát is, nem mondanám el. Az intézkedő rendőr az baksi rendőr volt. Az intézkedő rendőr először udvariasan felszólította, hogy éjszaka ködös kiületét, ha lehet, akkor ne úttesten menjen, és a kommunikáció átment egy olyan valami szerintem, nem a képviselőtestület elé tartozik. Én óva intenék mindenkit, ismerek másik olyan képviselőt, és akik annak idején megállítottak a rendőrök, és szondáztatni akarták, és azt mondta a illetékes képviselő, mit képzelnek, nem tudják, hogy én ki vagyok. Jelentem engem, 2 hónapja megállítottak a kábelgyár utáni kanyarba. És jaj, mondom, mi a baj? Azt mondják, hogy jó napot kívánok, polgármester úr, gyorsan tetszett menni. Mondom, mennyivel? Azt mondják, 55-tel. Mondom, az nem sok, ugye? Hát 6500 forint bírság. És azt kérdeztem, így bevallom jegyzőkönyvön kívül, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kamera mit lát még? Mire gondol? Például látja, hogyha telefonál? Azt nem. Hú, az nagyon jó, mert megúsztam egy másik büntetést is. Tehát, bocsánat, védkeztem, tiszteletbe tartottam, és soron kívül befizettem egyébként 6500 forint, bocsánat, én majdnem örültem, hogy csak 55-tel mentem, mert az ember bejön ott, észrevétlenül beszél, nem ott jár az esze, én jó magam is, feleségem tudja, nem egy ilyen csekket szoktam kapni. Tehát én azt gondolom, nekünk, akik közszereplők vagyunk, pont a másik oldalán ülünk a botnak, nekünk még inkább tiszteletbe kell tartani ezeket a történeteket, és véletlen se azzal visszaélni, hogy úgy, hát ki lennék. Hát senki, ugyanilyen állampolgár, mint bármelyik másik. Ezért mondom, tehát véletlen se gondolok. És az, hogy egyébként valaki szabálytalanul közlekedett valahol, és arra óva intették, hogy ha lehet, akkor rendszeres már jár beközlekedni, az szerintem egy rendőrtől egy elvárható dolog. És abban egyébként, ha nem voltam ott, nem tudom, csak megkérdeztem, és hogyha ez nem így volt, akkor ne haragudjám. Nyilvánvaló, nem tudom, hogy testületi ülés története ez, de természetesen, hogyha kell, akkor mindegyik állampolgár össze is átmegyek rendőrség, megkérdezem valójában, mi volt, hogy volt. Én ugye nem is ezt vettem fel, mert mondom, valószínűleg jogszerű volt a történet, de mégis egyedi eset, és inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy igenis kistereken olyan állapotok vannak, ami miatt nagyon sokan rákényszerülnek, hogy az úton kell közlekedni. Én azt gondolom, hogy nekünk képviselőknek gondolkozni kell minél hamarabb abba, hogy igenis szükség van járdák felújítására, rendbetételére, és egyébként az utakra is, de alapvetően arra, hogy adott esetben lehessen járdán is közlekedni. Akik mi egyébként kistelekiek, akik nagyon sokat járunk az utcában, gyalog is, biciklivel is, és nem csak autózunk, és kistelekiek vagyunk, ezt látjuk nap mint nap ezeket a problémákat, és sokszor nekem is, amikor az előbb mondtad egyébként, hogy elhúznak az utcában is, nem tudom milyen sebességekkel az autók, és ott tolja a kis gyerekét a kismama egyébként, akkor nekem is sokszor... Felletlenség. Ugye ez a járda téma már jött múltkor is. Ez tipikus az a téma, amikor költségvetés tárgyalásánál vegyük ezt elő. Óva intenék valakit, aki azt hiszi, hogy a járdákat meg tudjuk csinálni. Én kiszámoltam, Pistelek járdarendszerét meg akarnak csinálni, több mint 1 milliárd forintba kerül. Tehát ilyen nem is volt, nem is lesz, egyébként Kánán lesz akkor sem. 2. Kedves Domnics János, alpolgármester, te előtte déli járdát kicsináltad? Én magam. Bözsuska? Bocsánat, a mostani törvényünk alapján, tudjátok jelenlévők, a házunk előtt, nem tudom, hogy a házunk előtt egyébként nekünk kell a járdát megcsinálni.
De viszont erre mondtuk azt, hogy azért előfordul olyan eset, aki egyébként egészségügyi állapota miatt, bármi ok miatt, hozzunk létre a költségvetésnél egy olyan alapot, amikor egyébként, mint régen még Tóth Sanyi bácsi idejében 20 éve, egy kis cementtel, sóderrel, annak megfelelő műszaki fölmérések után tudjunk segíteni. Én javaslom, hogy a költségvetés tárgyalásánál ilyen jönne, de nem tudunk 1 milliárdot. Még 100 milliót se. Tehát, javaslatom az, hogy csináljuk ütemtervet. Igen, de ütemtervet se tudunk 1 milliárdban. Bocsánat, ha úgy kezdjük, hogy van egy érvényben lévő rendeletünk, és ezt módosítjuk úgy, hogy a járda az önkormányzat feladat, az egy más történet, módosítsuk. Ha tudtok erre pénzt keresni, nagy örömmel egyébként, nagyon nagy komoly ötletek vannak, hogy lehet egy jó járdát csinálni. De foglalkozni kell oly módon vele, hogy igen, aki erre segítségre szorul, és nem rászorultak, segítségre szorul, volt ilyen bocsánat. Hogy hívják azt a nénitől bácsi, rokkant kocsival, minden áldott nap megy érte a mentő, mert egyébként vagy 2 naponta is viszik egyébként kötelező kezelésre, természetesen soron kívül saját embereinkkel, beton, cement, stb. És a mentőnek a beállási lehetőségébe segítettünk. Van ilyen többször. Vagy van, tudjátok, polgármesteri hatáskörben egy évben maximum 28.500 forintot adhatunk, ha valaki olyan rendkívül helyzetben. Számtalan esetben volt, hogy kihívtak, hogy adjunk már járdalapot, vagy segítsünk valamiben, és akkor azt mondtam, hogy ezzel tudok segíteni, tudom, nem váltjuk meg a világot, de ezzel már gyakorlatilag átbillent a mérleg abba az irányba, hogy meg tudták csinálni. Foglalkozzunk vele, valóban. Ez szerintem ez egy magántörténet. Nyilván ennek érdemes, ha a Bence erre igényt tartok, hogy nagyon szívesen még kicsit komolyabban utána kérdezek, és jelzem felé. Én mindig úgy szoktam mondani ilyenkor, hogy hiba biztos bennem is volt. És akkor egy picit könnyebb ez a történet. Én nem feltételezem azt, hogy az eljáró rendőr borosztó. Most akar tisztelekiek mentségéről legyen szó, épp egy maxi rendőr járt. Parancsolj, Viktor, érkezik a járdát, ez csak... Én csak annyit akartam hozzá tenni, hogy nem egyedi eset, mert annak idején mi is szoktunk a Köves úton menni, és bizony nekünk is szóval tették, csak mi mondjuk nem tüntettek meg, mert lementünk inkább a járdára, de valóban vannak olyan szakaszok, ahol nem jó járda, viszont ugye ez a, kimondani, a szabályozás nem helyi, hanem az országos, hogy ez mindig az ott lakóknak a kötelessége ugye a járdának, egy méter sávon belül minimum, tehát járható és tisztántartásére járható bátéte. Az tény, hogy Kisteleken nagyon-nagyon sok ingatlan előtt van az, hogy a faágokat, a bozótokat, a sövényeket nem vágják le és nem lehetne járdán venni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a lakosoknak is meg kell ezt a lépést hozni, mert igazából tulajdonképpen magunkat is akadályozzuk. Tehát ha mi, ugye nem tudsz fölmenni a járdára, mert az a lakó nem vág fele, de lehet, hogy ha te se vágod le, akkor te is problémát okozod. Tehát egyrészt szerintem a lakosságnak is kell egy lépés, meg amit a polgármester úr mondott, azt én is jónak tartom, hogy segítsünk, de nem tudunk, tehát nem tudjuk az egész hatalmat leburkolni járdával. Tehát ez egy ilyen közös feladatnak kell lenni, én úgy gondolom. Csak ennyi. Valóban egyébként igazságtalannak tűnik, hogy bezzeg a fő utcán megcsináltuk. Bezzeg a fő utcán megcsináltuk a bejárókat, az előkerteket, stb. Nyilván van egy nagyon komoly városképi, és a rajtunk átmenő forgalom miatt akkor volt egy ilyen döntés. Bizonyos mértékben igazságtalan a belső utcákkal szemben, meg az is, hogy egyébként itt nyírjuk a füvet a belső utcákkal, meg nem. Erről lehet egy külön vitát nyitni. Én azt gondolom, hogy ez másfél bocsánat tudtad. Járdákhoz csak annak, hogyha ez nem egyedi eset, ez azért tud probléma lenni. Tehát ha van arra bármilyen informális eszközünk, hogy mondjuk, kérjük arra a rend éber őreit, hogy lehetőleg bírságot ne szabjanak azért, mert aki nem a járhatatlan járdán jár, az már szerintem egy nyugalmat meg előrelépést jelenthetne. Egy felszólítás az egy felszólítás, rendben. Köszönöm a jelzést, odafigyelek rá, de hogy ezért bírságolni az nekem ami a körülmények nem ismerete mellett is kicsit meredek. Hogyha itt semmi más tényállás nem valósul meg, csak pusztán az, hogy valaki nem a járhatatlan, vagy nem létező járdán sétált, az nekem nem egy bírság. Bocsánat, úgy tudom, Bocskai utcában volt ezt, ha jól tudom. Bocskai a legszélesebb aszfaltos utcán, és a Bocskai utcában 95%-ban, de akik ott laktak jobban, tudjátok, van járnak.
akarsz. Jó. Mindenki a házad előtt. Az ő kötelessége, nem az enyém. Én álmodok egy olyan kis telepről, ahol biztonságosan végig lehet menni az utakon, a járdákon, de ez az álom mindaddig álom marad, hogyha konkrét lépéseket nem teszünk ez irányába. Legalább vízió tekintetében 5 vagy adott esetben 10 éves tervként meg lehet fogalmazni lépésről lépésre elérendő célokat a tekintetben, hogy hogyan viszünk véghez mondjuk egy komplett, vagy egy átfogó járdaépítési vagy felújítási programot, ha erre van szándék. Ha nincs szándék, mert polgármester úr úgy ítélnek, hogy ez egy túl nagy kaliberű dolog, meg egyébként is egyéni felelősség, mert a polgármester úr is érzi azt, hogy ő is saját maga csinálta. Én ezt értem, hogy ez jelenleg ez egy... Értem. De attól függetlenül tudom vállalni... Bocsánat, hogy családi házban laktok? Igen. Van előttetek járda? Értem, hogy nekünk értem, van. Persze, igen. Persze. De sok helyen egyébként ez nincs. Most én arról beszélek, hogy itt ez lehet, hogy egyfajta szemléletbeli vagy vízióbeli különbség, ami nem baj, hogyha létezik, csak én például ott teszem le a garast, hogy én szeretném, hogyha ez egyszer egy napon megvalósulna. De jelen fázisban úgy érzem, hogy nincsen konkrét lépése, vagy szándék se a tekintetben, hogy ezt megvalósítsuk, mert ilyen-olyan érvek mentén úgy dönt a jelenlegi városvezetés, hogy ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk megvalósítani. Én meg csak most itt azért tettem ezt a felszólalást, hogy én meg hiszek abban, hogy abrádonként nem egy év alatt, nem 3 év alatt, nem 5 év alatt, de hosszabb időtávban ezt nem tudnám csinálni, képesek lennék rá, járásközpont vagyunk. Tehát bocsánat, januártól költségvetést készítünk elő, világos. Itt a nagy alkalom, megmondta, abba segítsetek, keressük meg az át. Igen, csak, bocsánat. Nyilván polgármester úrnak, polgármesterként nagyobb lobby nekem erre ez súlya a van, mint nekem mezei önkormányzati képviselő. Én is próbálom beletenni a magamit, de azért nyilván a polgármester az ura, a vezetője, úgymond. Bocsánat, itt vannak régi öregek, ha jól tudom, Gézával együtt kezdtünk annak idején 98-ban te is képviselő lettél. Ha jól emlékszem, 15% volt leaszfaltozva a Kistelek utcáinak. Nem tudom, ki emlékszik még a Szőlő utcára. Középen, az árokkal, nem tudom, ki, hány kamion szemetet szedtünk ki középről, meg a fa. Ki emlékszik a Bercsényi utcára? Ki emlékszik egyébként, Jani, ahol ti laktok például, a Molnár János vét nádas volt. Igaz? Csapásokon mentünk el. Ki emlékszik a temetőre? Tehát dzsungu, tehát persze, ő teljesen jogos, és abban teljesen egyetértek mindenki részéről. Nézzük meg azt, hogy mi az a koncepció, ami belül el lehet érni ezt az állapotot. Az is egy koncepció, hogy azt mondjuk minden lakosnak a rendelet értelmében, hogy felül kell vizsgálni az előtte lévő járdát, van, nincs járható, és ha ez állampolgári kötelesség, akkor erre adsz 1 évet, 2 évet, 3 évet. Ha valahol egyébként probléma van, és azt mondjuk, hogy olyan az egészségügyi állapot, olyan a, bocsánat, a pénzügyi lehetősége annak az ott lakónak, akkor ütemezetten azt mondja a képviselőtestület, minden évdenre példát teszek 5 millió forintot, 5 millió kártyúzás, tehát ilyenek, ilyen, azt gondolom, ilyes valamire gondolsz, ilyen természetesen lehet, én egy dolgot nem szeretnék. Kistelek az az egyetlen, Csongrád megyei város, ahol nincs telekadó és nincs építményadó. Az építményadót, hogyha bevezetnénk, az körülbelül 250-300 millió forint plusz bevétel lenne. Igazságtalannak tartom, aki az adózott jövedelemből egyszer megépített valamit, azután még fizessen füstadót meg minden egyéb. Meg lehetne találni hozzá forrást, én nem adom el. Tehát azért mondom, vannak lehetőség, most voltam ismeretlen, hogy a tatai polgármester, volt eddig is iparűzési adó, 2,8 milliárd, volt eddig is építményadó, de még további terveik vannak, és megduplázták az építményadót, mert az 500 millió pusztát. Én nem csinálom. Tehát azért mondom, hogy embere válgatja, egy dolog, vagy egyébként partner vagyok, mérjük föl pontosan a várost, a városrendészt mindig végszoktam küldeni valamennyi utcán, és ezek a ágbelővések, vagy ha nektek is van ilyen információ. Megköszönöm, hogyha ebbe adtok bármilyen segítséget, és nagyon sok esetben az is lehet, hogy az a valaki meg tudná azt tenni, hogy a járdát megcsinálja, ha egy picit segítenénk abban, hogy kéne műszakilag, vagy mi van az által, stb. Partát nézzük meg, fölmérjük, tudósan ki tudom adni, ezt meg ki tudom kérni tőle, hogy itt csináljuk egy általános fölmérést a városba, az is lehet, amiről beszélünk, ez csak 100 ingatlant jelent, és a 100 ingatlant egyébként leegyeztetve mindenkivel, és bocsánat, tudomásokra, ez a lakos kötelesség. Parancsoljunk! Csak egy pénzügyi témával hozzá
tehát a gazdasági program és a gazdasági ciklus, ahol tekintettel fog egy ilyen tervet készíteni, már a kollégákkal elkészítenek az anyagnak az előkészítését. Összeraknak egy vázat, és ebben amiről utána tudunk beszélni. Ehhez kapcsolódva innek ennek kérdés egy vagyongazdálkodási terv is. Tehát abban az lehet rövid, közép és hosszú távú, és abban a testület már ezeket jelezheti gazdasági erejének mértékében. Tehát mi ehhez, ugye mondhatjuk, hogy kértél listákat, ez folyamatban van, ezt készítjük elő, ez egy nagyobb volumenű anyag, ezt nem tudjuk ilyen gyorsan megcsinálni, főleg azért, mert ez egy nagyon nagy mennyiségű felmérést igény, egy fizikai felmérést, ahhoz, hogy olyan ingatlan és vagyonállapotot tudjuk közölni, ami ezeket rögzíti, hogy hol mi a probléma. Tehát ez folyamatban van, amint az anyagban állapotban, hogy a testület tudjon akár egy munkamegbeszélés keretében elindulni, és én azt gondolom, hogy abban a lehetőség lesz ezekre a gondolatokra. Én azt gondolom, ez a szándék fogalmazó. Igen, igen. Köszönöm szépen, parancsolj Géza. Akartam tőled is, neked is mondani valamit. Igen. Úgy néz ki, hogy megint kiírják a külterületi utaknak a szilárd burkolattává tétele, aszfaltosítás lehetőségét, és megkereslek benneteket majd egy pár héten belül, azzal a kérdéssel, hogy továbbra is azt látjuk a legtisztább a határút, mint szelvény, és sajnos 150 millió forint az elérhető legmagasabb keret. 150 millióból a Sugyuri és a földmérő megnézte azt, hogy milyen mohosz, milyen négyzetméter, stb. Még egyszer nem szeretnék abba belemenni, hogy csak szórt út legyen, ez a makadámút, ami ugye nem kell engedély, és az is már jóval járható, mert azt látom, akkor porol, meg tatata, úgyse úgy közlekednek, hogy akarnak. És majd az lesz veletek a kérdés, már nem az, hogy mindenki hozzájárul-e, mert az, hogy az a pesti első nem járul hozzá, a ugyanannyi kisajátítani, mint egyébként, és az nem akadályozhatja meg az összes többi 50-nek az igényét. Nem az a lényeg, hanem ha 3 méter széles út lesz, akkor bemegy az 5-östől az Arany János utcáig, és befordul az Arany János utcába. Ha 4 méter, akkor nem ér el addig még az Arany János utcáig, ha 5 méter, akkor pláni. Úgyhogy majd ezügyben egyébként keresni foglak benneteket. Köszönjük a szándékot, és köszönöm a szót, és örülök, hogy eljöttem, és egy közérdekű témába szeretném már polgármester úr és a képviselőtestület segítségét kérni. Rákóczi utca, házfák állapota. Igaz, hogy tehát korábban szerettem volna bejelentést tenni, egészségi okom nem tette lehetővé, hogy eljöjjek az előző testületülésre. Zöldelő levél mellett jobban látszanak azok a porfadt és elszáradt ágak, amik úgy gondolom, hogy a tél beköszöntével, ónos eső, stb. Élet és baleset veszélyt okozhatnak. Ott van a kerékpárút mellette, ugye a kivitelezéskor gondolom gyökérelvágások, stb. Történt. Hozzájárult az idei igen száraz idő, úgy gondolom, és 14-15 darab fát számoltam meg a Rákóczi iskolától, egészbe sajnos még a rendőrség előtt is, amit csonkolni kellene. Én úgy gondolom, mezőgazdasággal foglalkozó emberként, hogy megmenthetők azok a fák. Visszacsonkolással, nyeséssel, és szeretném, hogyha nem kerülne kivágásra, de viszont... Köszönöm, egyet ki kell. Egyet úgy láttam én is, hogy teljes mértékben ki van száradva, de ültessünk helyette másikat, és az egészségügyi szociális bizottság a tüzelőként felhasználható fa mennyiséget rászorultsági alapon ossza szét. Amennyiben ebbe partnerek vagytok, nagyon megköszönöm, és még a Sörház utcából keresett meg egy idős hölgy, 3 darab fűzfa van. Beszéltük már vele, tudjuk, bejelentette. Jó,
Köszönöm. Annyit szeretnék a közlekedési morálhoz hozzáfűzni. Ugye a fő utcán a posta mellett lakom, és nem tudom, hogy lehet-e arra javaslatot tenni, hogy egyáltalán az emberek hozzáállásán egy olyan minimálisat javítani. Nagyon sokszor látom, jön a anyuka, őszi időbe van öltözve, hátul a gyerek, áthajt a gyalog átkelő helyen. Nem hajthat át? Nem, tehát nem hajthatna át, ugye a szabályok értelmében nem hajthat át, és szétnézés nélkül elcsapja a kormányt jobbra, és teker tovább az út közepén. Tehát élhetnék egy olyan javaslattal a testület felé, hogy én szeretném, ha a rendőrség valamilyen úton, módon egyszer téli estéken ráér mindenki. Eljönnének emberek, habár ezek az emberek nem fogják föl és nem mérik fel a helyzetét annak, hogy kiket és hogyan veszélyeztetnek. Mert én megyek ott autóba, igaz, hogy 30-al megyek, de elütöm, elém kanyarodik. Én fogok bajba kerülni. Köszönöm szépen. Még egy dolog, 3 héttel ezelőtt történt velem egy olyan dolog, ami arra sarkalt, úgy szerettem volna úgymond családi körülmények között elmondani ezt az esetet, és azért is jöttem el, hogy ne a közmeghallgatáson ezeket a dolgokat, mert történt egy olyan dolog, kikerült a Bocskai utca és a Vásártér utcára egy elsőbségadás kötelező tábla, és a lányoméktól jöttem haza autóval, jobbra kanyarodott a Bocskai utcából egy autó, láttam, hogy bizonytalan a vezetője, és lehúzódtam a Vásártér utcán a sarki házhoz, lépésbe mentem, erre elhúzott egy motor kerékpáros, segédmotorral, ketten ültek rajta, a világítás egy szársé, tök sötét. Utána jött a másik, ami ha én rendes 50 km-es sebességgel, igaz, hogy ott már a 30 kilométer éve az óvoda előtt, megyek akár 30-szal, azt mind a kettőt, mind a három fiatalt én halálos balesetet okozhattam volna. Sem az én lelkiismeretem, sem pedig a szülők, úgy gondolom, hogy tartozunk annyi felelősséggel egymással. Annyi meg volt bennem, hogy utánuk mentem, meg bírtam az egyiket fogni. Édesapját megkerestem, és teljes jó szándékkal megkérdeztem tőle, hogy ez és ez történt. Szeretnék a gyerekkel beszélni, 15 éves, és a hobbija, a motorozás, sajnos az édesapa egyedül neveli, és annyit mondott, hogy Géza, ne haragudjál, ismerem személyesen, ne haragudjál, nem tudok többet rájuk fordítani. Köszönöm szépen, Géza. Két dolog nekem is van. Egyrészt, amit mondasz, ez élő dolog, ezért van az a szándék, hogy belső trafipax hálózatot is építsünk ki. Egy trafipax 5 millió forintba kerül. Rajta vagyok, hogy ezen az úton is elinduljunk. Kettő, a közvilágítás korszerűsítésével lényegesen erősebb lesz a fény. Ezért azt gondolom, főleg a gyalogátkelőhelyek kivilágítása még inkább hatékonyabb. Azt látom, hogy nálatok a gyalogátkelőhelyeknél probléma az,
hogy a gyalogátkelőhelyt közelítve ott áll egy nagyobb autó a gyalogátkelőhely melletti parkolóba, és nem látjuk egyébként. Emlékszettek rá, még szóltunk is, még a kampány idején az utánfutón rajta igen, volt a nagy valami. Nem lehetett látni, bocsánat, hogy ott megy-e valaki. Tehát ezekre valószínűleg fogok hozni egy olyan javaslatot, hogy közvetlen a gyalogátkelőhely melletti parkolók, az vagy kerékpártároló, vagy valami olyan, ami átláthatóvá teszi. A másik, hogy nemrégiben volt a körforgalomban egy olyan baleset, biztos hallottátok, még a helikopter is leszáll, ahol a 12 éves kisfiú, 13 éves kisfiú izomból áthajtott egyébként a gyalogátkelő helyen, és gyakorlatilag el is ütötték, és csak a Jóistennek köszönhető, hogy viszonylag főpattanva megúszta ezt a történetet. Ezért megtörtént a rendőrséggel, közúttal és az önkormányzattal az a fajta döntés, hogy megszüntetjük azt a fajta átjárási lehetőséget kerékpárral, amikor fölülve áttekerhetsz biciklivel. Nem lesz kényelmes, nagyon sok embernek le kell szállni, de sajnos úgy látjuk, hogy a virtus az könnyen okozhatott volna egy halálos balesetet. Igen. És a végén egyébként a sofőrt ítélték el, mert ezzel párhuzamosan a kis kerékpáros kisfiú mögött éppen lelépési szándéka volt egy gyalogosnak. És azt kellett volna neki figyelembe venni, de azt gondolom bármelyikünk beleszaladhatott volna egy ilyen történelme. Úgyhogy értettem a láthajtót is, megértettem azt, hogy egyébként, ha nem haragszottok, erre még szükség van szó szerinti jegyzőkönyvre? Egy jegyzőkönyvre néztem a lényegét, ugye? A lényegét. Jó, köszönöm szépen. Csak azért, mert akkor egy percben határozom meg osszászat. Hogy a fák sürgetőek. Bocsánat, ez megtörtént, fölmérés megtörtént, a Rocskai utcában egyeztettünk a tulajdonossal, itt pedig a vegetációs időszakig várjuk meg, hogy egy picit egyébként ez 1-2-3, nem tudom, hogy az advent miatt lesz-e még erre energiánk, vagy csak januárban. De teljesen. Bocsánat, még egy gondolat, sőt kettő, a gyalogjárdákkal kapcsolatban. Ugye mindenki jár a külső kerületekben, és mit látunk, gyümölcsfa van az utcára ültetve. Föl tudja majd a képviselő testület azt vállalni, hogy olyan gyümölcsfát vagy díszcserjét ültessenek, hiszen mindenki kertes ház valaki, és a gyümölcsöt, a medgyet, a szilvát, egyéb dolgokat termelje meg a kertjébe, vagy éppen ha nem hiszem, hogy az az egy megyfa, ami arcon vágja a kerékpárost vagy a gyalogost, hogy az ő neki bármilyen... Ez a végszoktunk menni össze a tavasszal, Tódor Sanyi ezért a felelős, és ott egyébként a lakosokkal finoman egyeztetve, sőt Pistájék is, ahol kell segítség, akkor én tőlem, hogyha egyébként el lehet tőle menni és a biciklivel se vág arcon, akkor engem semmi akadálya legyen, minél több zöld a területünkön, azonban általában partnerok szoktak lenni abban, hogy fölnyesik, stb. Nyilván ez egy kis törődést jelent, de ha bármelyikőtök tud ilyet, akkor természetesen besegítünk. Még egy utolsó dolog, ami úgy gondolom, hogy megfontolást tárgyát képezni, a hegedűsbolttól, a gyalogátkelő helytől egészen a Spár, sőt a gimnázium gyalogátkelő helyig, meg kellene fontolni a 40 kilométeres sebességhatárt. És az old előtt 30-et javasoltam. Azt is meg tudom érteni, és akkor is lesznek sajnos közlekedési kihágások, és lesznek olyan emberek, akiknek nehéz a lábuk. Még ha már szót kaptam, és így hétfőn nem kell eljönni a meghallgatásra, közmeghallgatásra, egy szuszra elmondtam mindent, amit akartam, hogy mi nálunk a posta előtt, ott vannak a gömbakácok, parkolnak az autók, és van egy ilyen magas sövény. Igen. Lehetne-e egyéb mást ültetni? Amikor autóba ülünk, abba a magasságba nem látunk ki a közlekedő
Jogos. Fönt van arra. Ennyit szerettem volna tőlem. Melyik ütött? Viktor? Zárójelben csak annyi, hogy a tűzifa osztás szociális alapban az a polgármester hatásköre. Így szoktuk csinálni. Tehát a szociális bizottság körülöttünk erre nincs hatásunk. Van három darab egyebek kisebb kaliberű pontom, amit csak egy gondot, az ilyet, amit egyébként leveszünk, meg kivágjuk, az által mindig megy a szociális jó. Nagyon gyorsan ezeket elhadarom hatékonyan. Az egyik a gyepmesteri tereppel kapcsolatos. Szeretném, hogy legyen a gyepmesteri terepnek hivatalos Facebook oldala, ahova föltöltik az ott levő kutyákat. Ha ezt beszéltétek, hogy halad, akkor az már rendben. És én is felajánlom, hogyha van erre igény, akkor akár havi egyszer-kétszer én is kiposztolom ezeket az állatokat, hát ha nagyobb elérést tudunk ennek generálni. Mert hogyha ez már megvalósul, akkor ez már pipa is. Ez egyébként működött minden kutyus gazdára lehet. Most is így van, azt mondom. Szerintem Facebookon nem volt erről. Különböző állatlan helyeknek. Nem, de egyébként a cél, ez működik, célját terület. A gyertesteri terepén nem az a gond, hogy egyébként kis teleket ezt megoldjuk, vagy nem. Hanem az a probléma, nem megbántva az másik településeket, behozzák a másik településről a kutyust, autóból ki, elengedik, és telefonálnak, hogy látszunk egy fúborkutyát. Nem egyen, nem öttel találkoztak. Egyébként hálát adok a sorsnak, hogy van egy Pista. Milyen Pista? Kiszner Pista. Hálátlan feladat. Meg szép is megmenteni állatot. Kamerák, hallottunk egy mondat erejéig, hogy a temetőben akkor kihelyezésre kerültek. Én ezt annak idején is örültem neki, posztoltam, úgyhogy ennek nagyon örülök. Vasútállomás biciklitálló esetében lehet ezt megoldani? Mert tudom, hogy a tulajdonviszonyok meglehetősen nehézé teszik minden, ami a vasútállomással kapcsolatos, de ott is gyakoriak a tolvajlások, kisebb-nagyobb lopások. Vagy rakjunk egy kamerát? Rakjunk ki egy kamerát, a biciklitárolóra fókuszáltak. Szerintem ennek sokan tudnának örülni. Hova fognak be ezek a képsorok egyébként, de hogyha ennek tényleg van, nagyon jó. Ennek van visszatartó ereje, akkor szerintem egy kamera oda egyébként elegendő, az belátja már ezt a kis területet. Hogyha ez is tud pipa lenni, akkor... Bocsánat, biztos többen hallottátok, hogy miniszterük bejelentette, hogy Kecskemét, Szeged között úgy néz ki, elindul a kétvágányosítás. Ebben egyébként biztos tudjátok, hogy engedélyes tervvel rendelkezik a kisteleki vasútállomás teljes felújítása. Ez azt jelenti, ezt már sokszor mondtuk, hogy tulajdonképpen minden eltűnik, kivéve az egy bunker, ami ott van a Pest irányába, és az vadonatúj fogadópont, váróterem, kultúrát normális. Annyiban különbözik már jelenlégőktől, hogy föld alatt megyünk át egyébként, nem pedig a sineken sétálunk át, úgy, mint egyébként biztonságosan ezt meg lehet tenni. Buszvárlóval, buszfordulóval, kerékpárkölcsönzővel, kerékpártárolóval, parkolókkal. Én véleményem szerint ez a BYD történet ezt föl fogja gyorsítani, és ebben mi is szereplők vagyunk. Úgyhogy remélem ez, amit mondasz, ez egy átmeneti állapotot kell megoldani, és hosszú távon ez pedig egy más történetet jelent. Ámen, ámen. Közlekedési táblákkal van még kettő ilyen apró. Szegfű utcából panaszkodtak többen nekem, hogy meccsnapokon... Pillanat, elég... Szegfű utca? Szegfű utca, focipálya melletti pici utca. Igen, de egy úgy tud. Meccsnapokon nagyon kaotikus állapotok vannak. Tehát, hogy azt vagy egyirányosítani, vagy a parkolás lehetőségének ellehetetlenítését kellene valahogy fogalmatosítani. Különösen meccsnapokon úgy gondolom, hogy akár a Spár parkoló, akár ott szembe a parkolók alkalmasak lehetnének, csak akkor sétálni kell 150-200 méter, de hogyha már sporteseményre érkezik valaki, akkor lehet ennyivel adózni a sportnak. Sőny kellene ott megírni egyébként elsősorban egy kicsit. Könnyű egyirányosítani. Egyirányosítani lehetne, de én most mondom, a felének jó lesz, a másiknek nem lesz jó. Azért szerintem meg kéne kérdezni. Csináljunk egy utcafórumot, hogy menjünk végig az utcán. Jó, szerintem. Kérdezzük meg őket. Nekem olyanok jeleztek, nyilván akik ezt problémának látják, és ők azt mondták, hogy az egyirányosítás is már előrelépés lenne, de akkor menjünk ezzel tovább. A másik meg... Mondom, behajtás lenne az ötösről a spály fel, és másik oldal abban az irányba lenne egyirányosítható. Kérdezzük meg őket. A másik, ha bár én a Kordás János utcából vagyok, én nekem nem tűnt föl, de jelezték nekem, hogy oda elsőbségadás kötelező táblákat kellene kihelyezni. Ugye Szilárd útpultban Kordás János Erzsébet sarka például, de a Kereszt utcák is ez a szituáció, mert így akkor jobbkész szabály van, de senki nem tartja a jobbkész szabályt. Nyilván
az élet az diktálja, hogy az egy, mondjuk egy Erzsébet utca Kordás János relációjában a Kordás János a alacsonyabb rangú út, de hogyha mondjuk jogi vita van, mert mondjuk van egy baleset, akkor mindjárt nem mindegy, hogy kinek volt elsőbsége, tehát oda én úgy gondolom, hogy kellene ilyen táblák, nem tudom, hogy ez mekkora költség, vagy... 10 000 forint egy tehát, ha nem olyan vészes, akkor ezt szerintem... Megnézettem, jó? Meg kéne csinálni, hogy az élet az egyenlő legyen. Emlékszetek, mikor vizsgáztunk ezből, ezek voltak a legrosszabb becsapós történtek az egyirányú, vagy a, bocsánat, az egyenragú kereszteződéseknél kinek hogy van. Nyilván lesznek a szabályai, tehát ez rendben van, de hogyha ezzel segítjük a baleset biztonságát, akkor ezt megnézhetem. Jó, ennyi volt a köszönöm szépen. Gábor? Egy gyors gondolat és kérdés. Fél ötkor értem meg is telekre. Fél öt előtt egy-két perccel. Igazából koron sötét volt, és nem kapcsoltak fel a lámpák egyelőre. Például ott a gimnázium gyalog átkelődő, teljesen meg is álltam gyakorlatilag, annyira beláthatatlan, hogy most éppen tényleg valaki felszalad, vagy nem. Az úgy gondolom, hogy balesetveszélyes, ráadásul csúszossá váltak az utak. Lehet esetleg módosítani egy kicsit, hamarabb kapcsoljanak fel a lámpák. Minden tovább legyen ki. Gyakran jelezzük ez az MVM felé. Nekik jó, előbb kapcsolják, mi fogyasztunk többet. Ezzel mindig cirkusz van, de ettől függetlenül köszönöm az észrevételt, jelezzük. Takács úr, itt vagy körünkben, egy megkereséssel fordultál az önkormányzat felé. Meg is szeretnélek kérni egyébként egy pár szóban esetleg, hogyha fölváltanád, hogy mi a kérés. Rákot. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez királyi többesbe kellene egyébként, keressük Rákóczi és Svén diákok, olyan célból, hogy a Kisterek települése egy nagyon szép dátumhoz érkezik, 250 éves lesz. Ezen kívül ezzel a dátummal összhangban van a Kisterek oktatása 100 éves, illetve a polgári iskola is 100 éves lesz, és ebből az alkalomból úgy véljük, hogy egy reprezentatív település rendezvényt kellene tartani. És ehhez megalakult a Rákóczi Svén Diákok Szövetsége, társasága. Ez a társaság már több alkalommal ilyen-olyan úton, módon kérte az önkormányzatot, hogy mit szeretnénk. Volt egy Rákóczis emlékünnepségünk, egy mini emlékünnepség, amelyet nagyon szépen megköszönünk a dolgozóknak, hogy a bizonyos belső udvart, illetve az iskolát kitakarították. Azon kívül az osztálytalálkozókra lehetőséget biztosítanak az iskolába. Azon kívül szintén köszönjük, hogy az iskola, hogy is mondjam, a torna termét megtisztították a vad növényektől, valamint azt a javaslatot is köszönjük, hogy elfogadták, és itt jön a pénzügyi kérdés, hogy szerezzünk pénzt, ha nem is olyan horribilis összeget, hogy addig, még az iskola esetleg nem iskola funkciót tölt be, addig vásárok idején ez az iskola területe legyen fizetős parkoló, és ahogy látjuk, ezt nagyon szívesen veszik a vásározók, akik a vásárba járnak, mert őrzött parkolóként funkcionál. Szeretnénk ezt egy rendezvény sorozatot avval indítani, hogy egy Rákóczi Svén Diákok világtalálkozóját szervezni, amiben partner lenne az önkormányzat, illetve szeretnénk, ha a Rákóczi emlékmű felújított állapotba kikerülne köztérre, vagy pedig a jelenleg is a település felőli kerítés, az tudomásom szerint nem a mesdjén van, akkor pedig az iskola területére kerülne, és ez körülbelül az
emlékzebra felé nézne arculattal. Mert sajnos az a zebra egy kisdiáknak a halála által lett létrehozva 1980-ban, 81-ben. Zsolti, köszönöm szépen. Ugye ennek egy üzenete van. Kezdjünk el foglalkozni, mint a kész. Még egy picit. Ennek az egész akciótervnek, illetve programtervnek adtunk egy nevet, hogy Tóth Ince Milasin akcióterv. Ezek az egyik, a Tóth, az a település, akkori település vezetőt jelenti, az Ince Éva néni az ötletadót jelenti, a Milasin Péter igazgató az igazgató. Igen ám, tudom, hogy nem így kell írni, de ezeknek a vezetékneveknek a kezdőbetűit összerakjuk, akkor abból kijön az, hogy team. Ez a rendezvény sorozat igenis, hogy team munkának kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, írt olvasata van ennek a dolognak. Valóban az elkövetkezendő szűk időszakban lesznek olyan évek, ami nagy mértékben különbözik a többitől. Nyilván Mária Terézia korabeli településként 26-ban ugye 250 évesek leszünk. A Benkő Beátával abban maradtunk, aki majd fog keresni téged is, hogy a 250 évhez körülfűzhető nevezük programsorozatnak, abban egyébként része lesz a Rákóczinak is, meg része lesz az egyéb program. Egy dolog lesz. Költségvetésnél mi az a történet, amit erre lehet szám? 1 millió? 2 millió? 500 ezer? Stb. Nyilván a város azt gondol, valamelyest támogatná, de mondjuk egy aktuálisabb kérdés ma, azzal, hogy lebontottuk egyébként a lakostetőről a fölkúszó növényeket, azt láttam egyébként, hogy több helyen először ki kéne pótolni, majd egyébként egy teljes komplet szigetelést, annak egyébként esőcsapton a elvezetése rá kell, most kaptam az árajot, 4 millió 200 ezer. Mi a fontos? Ma sok mindenről beszéltünk. Nincs benne az, hogy semmiféle olyanban, amit előbb-utóbb pedig meg kell csinálni. Tehát azért mondom, amikor itt látjátok, sok olyan jellegű gond van, és ott köszönöm szépen, hogy gazdája vagy ennek, és arra kérem meg majd a Beátát, hogy keressen téged is, mert belül is létrejön ezzel egy olyan csapat, mint minden hétvégénk egy programnak a szervezése, hogy természetesen ezzel foglalkoznunk kell, és a képviselőtestületnek egyrészt ez a dolga, másrészt pedig az a programsorozat finanszírozása, milyen mértékben kell hozzájárni az önkormányzatnak, vagy mi ebből az önkormányzat feladata. Értette? Köszönöm szépen, keresni fogunk. Parancsolj, Gábor. Nem akarom Katátra elvenni a szót igazából. Tegnap előtt este volt egy bizottsági ülés, ugye ő bizottságnak vezetője, és ott beszéltünk erről, tehát volt egy ilyen kis munkamegbeszélés végén, beszéltünk erről a történetről. Megemlítettük, én azt gondolom, hogy az Oktatási Kulturális Bizottság lehet, hogy alkalmas lenne arra, hogyha a képviselőt is elfogadják, hogy ezt a történetet egy kicsit fölvállalja, és beszéljünk erről, adott esetben összehívjuk bizottságot, meghívjuk azokat az embereket, akik ebben egy olyan programot állítanánk össze költségvetéssel együtt, és utána nyilván a testület eldönti, hogy ez a költségvetés támogatható-e. Viszont, amit a Zsolti programjában is láttunk, már én azt gondolom, hogy a jövő évi költségvetésben is kicsit gondolkozni kellene, ezért lenne fontos, hogy majd minél hamarabb gondolkozzunk ebbe, és minél gyorsabban rakjunk össze valamiféle programot, legalábbis az induláshoz, és utána nyilván 26-ban pedig a 250 éves évfordulóhoz. Maga a Rákóczi iskola egyébként az több éven, hogyha azt mondjuk, hogy 100 éves évforduló, akkor lehet, hogy több évben gondolkodunk, mert 1925-ben elindul a gondolkodás és a tervezés és az építkezés, és majd valamikor 1928-ban van átadva az első világháború szoborral együtt a Rákóczi iskola, és itt van ugye József főherceg és Klebersberg kunó is ezen az átadáson. Mindenképpen azt gondolom, hogy méltó emlékezést kell majd
döntősítenünk, de hogyha ebben a többiek is benne van a bizottság, mint én azt gondolom, hogy ezt ennek az átgondolását, ennek a nevezetését, ezt próbálom fölvállalni. Köszönöm. Mi segítünk egyébként a rendezvény szervezőinkkel, meg segítünk abban, hogy amikor a testület a költségvetést tárgyalja, akkor erre az évre, a jövőre azt mondjátok, hogy igen, 1 milliós igényünk van, 26-ban meg egyébként 1 millió 500, de nem lesz 10 millió, meg 20, meg stb. Tehát azt nézzük meg, hogy milyen támogatási rendszereket tudunk még behozni a rendszerbe, foglalkozni kívánunk vele, de a következő kérdés, mit csinálják a lakostetővel. Tehát című történet, de erre most nem akarok kivágni. Van-e még az egyebekben valaminek, mert még zárt ülés is lesz? Nincs? Akkor megköszönöm mindenkinek, és jelenlétét, az ügyes lezárat. Köszönöm szépen!